Nézem ezt a főcímet. Nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, de elfogultság nélkül mondhatom, hogy tetszik. Komolyan mondom, nincs benne részem, hogy ezt a főcímet kikészítette, hogy állították össze. Amikor így a napjaink rohanó estében így hazatérek, és így a kertvárosi közösségnek érzem tagjának magamat tulajdonképp, amikor ezt a kis televíziós főcímet megnézem, ilyenkor érzem azt, hogy tényleg nem csak alvóvárosnak használom én ezt a kis közösséget, amit úgy hívunk, hogy kertváros, hanem én is tagja vagyok. Annyira tetszik, hogy az a javaslatom, nézzük meg még egyszer. Hiba teszi, illetve annak kijavítása, de most még jobban tetszett. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Akkor engedjék meg, hogy a dolog hivatalos részére rátérjek, és bevezessem önöket a televíziós szerkesztés egyik titkába. Pontosabban a közösségi televíziós műsor szerkesztés titkába. Bizonyára észrevették azok a kedves nézőink, akik régóta figyelemmel kísérik adásainkat, hogy úgy szoktuk összeállítani a műsort, hogy egy kicsit könnyedebb fajsúlyú, egy kicsit komolyabb. Mai műsorban nem ajánlhatok felhőtlen boldogságot, illetve könnyű habsúlyú témákat, egy kicsit belemegyünk a témák mélyebb rétegeibe, megpróbálunk egy-két olyan háttérinformációt is felvillantani önök előtt, ami bizonyára ebben a forrongó, változó napszakokba, évszakokba segítségünkre lesz. Nézzük akkor talán a műsort. Jelentkezésem után először egy stúdióbeszélgetésnek leszünk majd tanúi, aztán a gyermekektől egy rajzfilmmel búcsúzunk. Ezt követi a már hagyományos kertváros íradó, aminek azt hiszem nagyon sok nézője lesz. Majd a művek, művészek és művészetek blokkunk következik, és ezután egy élő beszélgetésre kerítünk sort, ami azt hiszem mindnyájunkat érdekli. Nevezetesen dr. Molnár Zoltán, Pécsváros tanácselnök helyettese lesz vendégünk. Nem tudom, hogy észrevették-e, hogy a kommunikációs eszközök egyre több és egyre élesebben hallatják hangjukat a szakszervezetek új érdekvédelmi tevékenységének kialakításában vállalt szerepéről. Egy olyan beszélgetésnek adom át most a képet és a szót, melyet a szakszervezetek megyetanácsának munkatársai fognak bonyolítani. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Mai fél óránkban a bányászati kereset kiegészítésről fogunk beszélgetni. Kiváló kedvezmény a mecseki szénbányáknál. Termelő munkán eltöltött 4000 műszak után, akár 40 évesen is, megválva a föld alatti munkától, új beosztást vagy új munkahelyet választhat. Ettől kezdve bányász keresetének 63%-át kereset kiegészítésként nyugdíjazásáig fizetjük. A bányászatban dolgozók egészségromlásának megelőzésére nagy jelentőségű szociálpolitikai határozatot hozott a minisztertanács 1986-ban. Ez a határozat azokra vonatkozik, akik a mecseki ércbányászati vállalatnál, illetve a mecseki szénbányáknál a fokozottabb sugárterhelés és szilikózis veszélyes munkakörökben dolgoznak. E rendelet értelmében ezeknél a bányavállalatoknál 3, illetve 4000 műszak teljesítése után foglalkoztatási korlátozást rendelnek el mindazoknál,
akiknek az egészségét a sajátságos munkakörülmények veszélyeztetik. A korlátozás alá eső munkakörökben foglalkoztatott dolgozót az adott munkakörben előírt műszakszám teljesítése után a bányavállalatnál megállapított és havonta folyósított bányászati kereset kiegészítés illeti meg. A foglalkoztatási korlátozás elrendelése jelentős előrehaladás az egészségvédelem területén, más szempontból viszont bizonyára újabb problémákat vet fel, gondolok itt elsősorban a munkaerőre. Mindkét pécsi bányaüzemben jártunk, beszélgettünk bányászokkal, arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan vélekednek az érdekeltek erről az intézkedésről, a stúdióba pedig a két üzem szakszervezeti bizottságának titkárait hívtuk meg, és kérjük, ismertessék meg a nézőkkel a bányászati kereset kiegészítést részletesen. Akkor kezdjük el a beszélgetést. Bemutatom beszélgető partnereinket, Sarkadi Kálmánt, a Mecseki Szénbánya Vállalat SZB titkár helyettesét, és Gyulai Sándort, a Mecseki Ércbányászati Vállalat SZB titkárát. Az imént megfogalmazódott, hogy a minisztertanácsi határozat alapján, mint egy egészségmegóvó intézkedéssel a két bányánál korlátozzák a föld alatti bányamunka idejét. Beszélgetésünk bevezetéseképpen talán a határozat lényegét kérjük Gyulai Sándortól. Nagyon röviden. A határozat lényege, hogy meghatározott idejű foglalkoztatás, mert elhangzott a bevezetőbe, után a dolgozók kikerülnek a bányából és más munkakörben helyezkednek el, és egy meghatározott összegű járadékot folyosítunk számunkra. 1986 végén született a minisztertanácsi határozat. Ezt követően az érintett miniszterek együttes rendelete a végrehajtási utasításról megszületett. Mindenképpen a rendeletalkotásnak voltak előzményei is. Erről, ha hallhatnánk egy néhány gondolatot, egy néhány mondatot. Igen, hát valójában a munka 1983-ban indult, részt vettem abba a teambe, amelyik ezt a munkát elkezdte. Valójában hosszú tapasztalatok alapján kezdtük el azt a munkát, ami végül is a rendelet, illetve a határozat megszületéséhez vezetett. Vizsgáltuk a többi szocialista országban a ilyen hasonló egészségi károsodást okozó bányászati helyzetet, vizsgáltuk a eddigi tapasztalatokat, és arra jutottunk, hogy jó lehet, volt egy jelentős rehabilitációs rendelet, amit mindenki ismer, amelyik gyakorlatilag anyagilag rehabilitálta a dolgozóinkat, de egészségileg elsősorban mozgásszervi, vibrációs és egyéb más ártalmak következtében az egészségét már vissza nem tudtuk adni. A lényeg az volt, hogy megállítani azt a folyamatot, mielőtt bekövetkezne az egészségi károsodás, olyan helyzetbe hozni, hogy továbbiakban más munkakörökbe foglalkoztatni lehessen. Az előkészítő team munkában az orvos egészségügyi munka feldolgozásait esetleg figyelembe vették? Olyan, természetesen. Orvos egészségügyi szakma közibizottság alakult, amelyik végeredményben irányította ezt a közel 3 éves munkát, és a 3 éves munka tapasztalatai alapján született meg maga a határozat. Ezek után talán egy kicsit részletesebben is beszélgessünk majd a rendeletről. Mit jelent az, hogy 3000 műszak, 4000 műszak, hány év ez a bányász életéből, és milyen munkaköröket érint? Előbb talán ezekről a dolgokról. Nálunk, a Mecseki Észbányászati Vállalatnál valamennyi föld alatti munkakörre vonatkozik a határozat. A 3000 műszak az azt jelenti, hogy a vájvégen és közvetlen közelében dolgozókra vonatkozik, így a termelés irányítók és robbantómesterek, akik ebbe beletartoznak, valamint a vájvég közelében dolgozó fúrósok. Tehát a bányafúrás. Bányafúrás is ebbe beletartozik. És 4000 műszakban vagy többi föld alatti munkakör tartozik benne. Ez körülbelül 15 évet jelent egy átlagos, nem beteg, rendesen dolgozó embernél, aki vájvégen dolgozik, az 15 év, a más egyéb munkakörökben 20 éve. És mit jelent az a rendelet értelmében, hogy itt a bányavállalatnál, a mecseki szénbányáknál, valamint az érzbányavállalatnál dolgozó idegen cégek hasonló munkakörű dolgozóit is érinti? Kire gondolt a rendeletalkotás? Kikre gondolt? Elsősorban az aknamélyítő vállalatra, akik itt dolgoznak, és azokra a beruházó cégekre, akik végeznek nálunk munkát, és ebbe a ezek feltételek mellett dolgoznak. Ilyen Vertesz és egyéb más.
A rendelet melléklete hosszú felsorolást hoz arról, hogy a mecseki szénbányáknál kik az érintettek. Kik tartoznak az érintettek körébe. Hallhatnánk erről egy-két sort, felsorolást. Igen, tulajdonképpen eltérő az észbánya vállalattól a szénbányáknak az ide sorolt munkakörei. Elsősorban a fejtési munkakörök, elővájási, vágotthajtási munkaterület, az iszapoló gátolók és a fúromunkások. Természetesen ezekhez a munkaterületekhez tartoznak iparos emberek is, tehát akik itt dolgoznak és itt teljesítik a műszakokat, ő rájuk vonatkozik, tehát nem az egész föld alatti létszámra. És hozzá tartozik még a közvetlen termelés irányítói létszám is. Milyen anyagi biztonságot jelent ez a dolgozóknak akkor, amikor kikerülnek a bányából? Itt már megfogalmazódott az előzményekként, hogy egy anyagi biztonságot jelent, és úgy dolgozhat tovább. Mit jelent ez a dolgozó számára? Gyakorlatilag a dolgozó számára azt jelenti, hogy előző évi 3 éves kereseti hűségjutalommal kiegészítve annak a 63%-át kapja, ami valójában, mivel régi értelembe vett bruttó keresetről van szó, tehát egy jelentős összeget jelent. Ez az eddigi gyakorlatok szerint egy jó vájárnál eléri a 14-15 ezer forintot is. És miért pont 63%? Azért 63%, mert a nyugdíj rendeletnek a legalsó határa 63%, tehát aki nyugdíjba mehet, az 63%-ot kap, és a legkevesebb ideje van ahhoz, hogy a nyugdíjt igénybe vehessen. Néhány mondattal ezelőtt szó volt arról, hogy korábban is volt már rehabilitációs intézkedés, amely csak anyagi rehabilitációt oldotta meg. Hogyan kapcsolódik e két rehabilitációs intézkedés, a bányászati keresetkiegészítés, valamint a korábbi rehab egymáshoz? Valójában, mivel ez a határozat később született, mint a rehabilitációs rendelet, és hangsúlyozni szeretném, hogy az előző rehabilitációs törvény vagy rendelet, ahogy bárhogy nevezzük, egy rendkívül humánus volt a dolgozókra nézve, hisz azt jelentette, hogy teljesen anyagilag tulajdonképpen olyan helyzetbe hozta, mint a meg sem történt volna az illetővel az egészségi károsodás, attól függetlenül egy átmeneti időszakban szükség van a két rendeletnek viszonylagos összekapcsolására, és a miniszteri utasítás úgy rendelkezik, hogy gyakorlatilag a dolgozó többször is igénybe veheti egyiket, illetve másikat, amennyiben olyan egészségi károsodást szenvedett, hogy rehabilitálható, tehát a munkaképességének 36%-át már elvesztette. Ez természetesen elsősorban az átmeneti időszakra vonatkozik, hisz mi feltételezzük, hogy ez a rendelet, ami elsősorban az egészségügyi célokat szolgálja, nem termeli újra a beteg embereket, hanem egy műszakszámok után egészségesen kerülnek ki a bányából. További munkavállalási lehetőségek milyenek? Vannak ennek korlátai a 63% mellett, ha valaki például dolgozni akar? Korlátai vannak, mert ez a határozat a mecsekre vonatkozik, és a mecseki bányákban az illetők nem foglalkoztathatók, de bárhol, bármilyen munkakörben, még bányában is, tehát az ország más bányáiban foglalkoztathatók, és nincs kereseti korlátozás. Ez azt jelenti, hogy az egészségi állapotának függvényében bármilyen kereseti lehetőségre szert tehet. Természetes. A vállalatnál tovább foglalkoztatnak-e embereket a föld alatti munkából kikerült külszíni munkakörben, esetleg önöknél, nála? Igen, hát amióta a rendelet végrehajtása beindult, tulajdonképpen egy-két hónapot említhetünk, már kialakult egy kép. Mecseki szénbányák munkaerő gondjai igen súlyosak, mint az ismert itt Baranyában is, és országosan is. Tehát mi arra törekszünk, mivel a 4000 műszak nem az egész bányára vonatkozik, csak az előbb említett területekre. Ha a dolgozó akarja, akkor még a bányában is dolgozhat tovább olyan területen, ami az egészségét továbbiakban nem károsítja. Például a föld alatti szállítást említem, vagy egyéb kiszolgálói létszámot. Ugyanez a munkaerő gondunk a külszínen is jelentkezik bizonyos területen. Most az elmúlt utolsó adatokat megvizsgálva 54 fő vette igénybe bányászati keresetkiegészítést, és nem kíván tovább dolgozni. 10 fő maradt föld alatti más munkakörbe, és 4 fő dolgozunk, pedig külszínen vállalt munkát.
érezhető, hogy dolgozóink részéről van egy olyan igény, aki tovább akar dolgozni, hogy lehetőleg a vállalatnál kapjon feladatot és munkakört. Az átmeneti állapot, amelyet a rendelet úgy fogalmaz, hogy a Mecseki Észbányászati Vállalatnál 1990. december 31-ig kell lerendezni, a szénbányáknál pedig 1994. december 31-ig. Mit jelent ez az átmeneti állapot? Jelenti valami nehézséget a meglévő munkásállománnyal kapcsolatban, illetve azokkal szemben? Hát mindenhogyan jelent, hisz egy tervszerű leépítésről van szó, hisz jelenleg nálunk körülbelül 800 embert érint ez 90-ig. Idáig 102 fő az, aki kikerült a bányából és más munkaterületen foglalkoztatjuk, illetve nem dolgozik, van ilyen is. És későbbiek folyamán hát 700 embert kell 90-ig kivenni a bányából, és ez természetesen ez a meglévő állomány, ami az új, akik belépnek a 3000 és a 4000 műszakba, természetesen ezek szaporodnak. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek munkaerő vonzási hatása is lesz. Bocsáss meg, talán erre majd később térünk rá. Hogyan fogadták az emberek egyáltalán ezt az intézkedést? Vegyesen. Nagyon várták, mindenki várta, amikor megszületett a határozat, később a miniszteri utasítás, akkor volt, aki örült neki, volt, aki kételkedve fogadta, elsősorban a 63% karbantartása körül volt a viták. Mindkét területen, a szénbányáknál is és az érzbányánál is kint volt a forgatócsoportunk. Arra kerestek választ, hogyan vélekednek az érintettek erről a bányászati kereset kiegészítésről. Nézzük meg a filmet. Mit tud a bányászati kereset kiegészítésről? Hát tavaly évben kaptunk egy olyan tájékoztatót, hogy akit ez a 4000 műszak érint, az a munkaügyön kapott egy ilyen papírt, és azt alá kellett írni, hogy ezt elvállalja, vagy nem vállalja. Ezzel kapcsolatban akkor még nem volt tiszta dolog az, hogy hát tulajdonképpen abban az időben, amikor az ember a rendes nyugdíjkorhatárt, az 55 évet vagy 54 évet, mikor ki hogyan megy nyugdíjba elérje, akkor milyen nyugdíjat fog kapni, vagy körülbelül ez a nyugdíj hogy fog kinézni. Most már köztudott az, hogy vagy a mostani 5 év átlagját, vagy pedig az akkori átlag vályárkeresetnek az átlagját fogják a rendes nyugdíjnak számítani. Mi a véleménye, ez az új rendelkezés, ez a kereset kiegészítés, ez fog javítani valamit a munkaerő helyzeten? Vonzó lesz ez a pálya? Nehéz, ez egy olyan kérdés, én már sokat gondolkodtam rajta. Tudnélik, itt az újancok zömével jönnek, nem is az a baj, hogy nem jönnek. Jönni jönnek, csak az a baj, hogy nem maradnak meg. Ennek én azt hiszem, hogy legnagyobb problémája az is, hogy nincs egy olyan vályár létszám, vagy egy olyan vályár összetétel, aki ezeket az embereket úgy tudná nevelni, hogy ebben a nehéz időszakban ezek megmaradjanak. Tudnélik, állandó mozgás van. Mondom most is, és nekem az a véleményem, hogy ez az átidalási időszak nincs meg. És hogyha ez megvolna, akkor szerintem többen itt maradnának. Több embert megkérdeztem itt a bányászati kereset kiegészítésről, és azt mondták, hogy nem tudnak róla. Ez lehetséges? Nem lehetséges, meg egyszer azért nem lehetséges, mert amióta ez életben van, ki van függesztve. Ott van kint a felozolóban a táblán, mindenki elolvashatja. Az viszont igaz, hogy a tájékozottság azért nem érinti azokat az embereket, akik itt vannak, mert aki ebbe a 4000 műszakban nem érdekelt, nem is figyel oda, hogy hogy is megy ez a dolog. Köszönöm szépen. Úgyhogy a beszélget. Én esetemben például én 90-ben megyek nyugdíjba, és el is vállal. Köszönöm szépen. Viszont. A bányászati kereset kiegészítésről beszélgetünk a Mecseki Észbányászati Vállalatnál. Kérem szépen, hogy mutatkozzanak be. Berec István vagyok, körvezető helyettes. Önbeli Pál, 67-es szocialista brigád vezetője. Marián Tamás, 41-es csapat szoc vezetője. Mit tudnak a bányászati kereset kiegészítésről? Ez a rendelkezés a 87-es évben jelent meg. Tulajdonképpen célja az, hogy a Mecseki Szén- és Észbányánál a munkakörülmények miatt, illetve az egészségromlás miatt a bányászoknak egy bizonyos műszak eltöltése után kivegyük a bányából, illetve kivegyük a munkából. Ezzel a bányászoknak az egészségét megőrizzük,
és bizonyos mértékig vonzóbbá tegyük a mecseki színes érzbányászatba a munkai körülményeket, illetve a munkahelyet vonzóbbá tegyük. Mi a véleményük a keresett kiegészítés mértékéről, rendszeréről? Hát jó, ez fiatalosságnak mind 15 év után elmehetnek nyugdíjba, hát még máshova dolgozni. Hát én nekem is jó, hát én 66-ba kezdtem itten. Jöttem, mint csillés, segédvájár, vájár, robbantási lehetettem, robbantási vizsgát, kamrakezelőit, most már itt vagyok, 22 éve. És önnek mikor lesz aktuális ez az új rendelkezés? Nekem bármikor jó ebbe az évbe, hogyha minél előbb annál jobb. A fiataloknak mi a véleménye erről? Mit gondol, vonzóbb lesz ez a munka a jövőben ezzel a bányászati kereset kiegészítéssel? Mindenképpen úgy gondolom, hogy ez a bányászat vonzóbb lesz így, hogy 15 év múlva el lehet menni. De úgy gondolom, hogy ez a 63%, ez egy fiatalnak az egész élete végéig nem lesz elég. Egy nagyon nagy problémája van ennek a 63%-nak, hogy ez a pénznek az inflálódását nem veszi figyelembe. És ezt úgy gondolom, hogy ezt évek során, hogyha az ország gazdasági helyzete is úgy engedi, akkor ezt figyelembe kéne venni, és ez a 63%, ez szerintem jó volna, hogyha emelkedne. Ez egy fontos dolog volna, amellett, hogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy 15 év múlva el lehet menni. Hogy alakul a műszakiaknál a nyugdíjkorhatárral kapcsolatban ez a keresett kiegészítés? Hát tulajdonképpen egy csomó tisztázatlan kérdés van ezzel kapcsolatban, mert még mindig nincs tisztázva az, hogy ha egy műszaki eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt, akkor mi alapján lesz számolva a nyugdíja. Amíg a fizikai dolgozóknál, ha elmegy, illetve elér valaki az öregségi nyugdíjkorhatárt, akkor a mostani rendelkezés szerint az akkori szakmai átlag alapján lesz nyugdíjazva. A műszakiaknál viszont olyan gond van, hogy tulajdonképpen nincs még meghatározva, illetve a mostani rendelkezések alapján az van, hogy a keresett kiegészítés plusz a mellé keresett valamennyi összeg után lesz elszámolva, illetve nyugdíjaztatva, ha eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt. Ennek ellenére én mégis úgy éreztem, hogy vállalom és elmegyek erre 63%-ra. Egyelőre nem akarok mellette dolgozni. Van egy nagy mezőgazdasági területem, ott szeretném magam kiélvezni, kidolgozni magamat. Hobbim is a kertészet és a szőlészet. Egyelőre azt kívánom folytatni. Az első nyilatkozó Pécsbányaüzemből Somogyi József csapatvezető vájár volt. Elhangzott, hogy rengeteg tisztázatlan kérdés van még. Rengetegről én nem tudok, de kettőt mindenképpen kiemelnék. Az egyik munkatárs beszélt arról, hogy a 63% az tulajdonképpen állandó, azaz hiányolta, hogy évenként nem emelkedik ez az összeg sem a bérfejlesztés mértékével, sem pedig pénzünk értékromlásának mértékével. Mi erről a véleményetek? Én nagyon örülnék, hogy a mi keresetünk értékállósága is megvolna, de hát sajnálatos módon a előirányzottak szerint ez nem várható az elkövető időszakban. Tulajdonképpen ez a két sarkalatos probléma volt, ami előtte vitára adott okot, és még a határozat megszületése után is. Én úgy gondolom, hogy ez csak az átmeneti időszakban okozhat problémát, az értékállóság, ugyanis olyan emberek kerülnek ki a bányákból, akik nem biztos, hogy továbbiakban dolgozni tudnak, hisz nem annyit töltöttek a munkahelyen, mint amennyit meghatároz a határozat, amiért született, egészségileg már károsodtak, és őnekik szükség lenne arra, hogy bizonyos értékárúság meglegyen, de sajnos a gazdasági helyzetben ezt a kérésünket elutasítottak. Nálatok hogyan reagálták erre az emberek? Csak hogy érzékeltessem, a keresett kiegészítést, akik igénybe vették, megvizsgáltuk, hogy a 63% kinél mennyit jelent. 6137 forint és 16401 néhány forintos skála között mozognak ezek az összegek. Hát azt hiszem, hogy ezt nem kell külön magyarázni, Sanyi barátom már érzékeltette, hogy a mai gazdasági életben ez mit jelent. Talán egy kicsit jelen időszakban enyhítő,
az a körülmény, hogy akikről most szó van, és akik most számba vettünk, ezek a személyek nagyon közel állnak a nyugdíjkorhatárhoz. És nyilván aki vállalja, most azért meri és tudja vállalni, mert kiszámítja, egy-másfél éven belül a rendes nyugdíját fogja majd élvezni. De ez hosszú távon, későbbiekben, tehát 94 után ez a kérdés már sokkal élesebben fog jelentkezni. A másik tisztázatlan kérdés is megfogalmazódott a riportból, a műszakiak nyugdíj alapja. Igen, hát az R82, amelyikre hivatkozik a határozat, és azt szabályozza a fizikai dolgozóknak a nyugdíját, amit a Berez Pista is mondott. A műszakiakra ez nem vonatkozik, de kaptunk olyan ígéretet, amire közeljövőben módosítják, illetve addig egyedi elbírálások alapján biztosítják a műszakiaknak is ezt a kedvezményt. Az alaprendelet kimondta 63% adómentességét, de mi a helyzet most a személyi jövedelem bevezetésével kapcsolatosan? Teljesen szinkronban a személyi jövedelem adóval, bruttósítani kell a keresett kiegészítéseket is. Ez úgy történik, hogy a 3 éves kereseteket, előző 3 éves kereseteket felbruttósítjuk, és azoknak vesszük a 63%-át szabályosan, mint hogyha már a mai jövedelmi viszonyok között keresték volna meg ezt az összeget. Ez abból kellemetlen a dolgozókra nézve, hogyha továbbiakban dolgozik, egy magasabb adósávban fog adózni, de végeredményben a teljes jövedelemadóval lesz szinkronban van. Mindkét vállalatnál 1987 év végén a bizalmi testület elfogadta a kollektív szerződés kiegészítéseképpen a vállalati végrehajtás gyakorlatában a bányászati keresett kiegészítést. Milyen a megkezdett végrehajtási gyakorlat? És most kérlek arra, Gyula Jelvtárs, az előbb elkezdted a végrehajtási gyakorlatunkat. Hát igen, 100 embert kívántunk 1987-be ebben a határozattal külszínre helyezni, illetve hát a úgy nevezzük a járadékrendszerrel kivenni. Teljesen humánus módon elbeszélgetve az emberekkel rájöttük, hogy nem tudjuk végrehajtani, mert nagyon sok embernek olyan problémája volt, hogy korkedvezmény még 3-4 hónap hiányzott, a jövedelmi viszonyai jobbak voltak 87-ben, mint, vagy 87-ben, mint 1984-ben. Ezeket mind az üzemek vezetői figyelembe vették, és végeredményben az elbeszélgetések során kerültek ki a dolgozók. Azok az emberek, akik 1987-ben éltek ebben a lehetőséggel, döntő többségük nem kívánt a vállalatnál maradni, egy részük elhelyezkedett, más részük most egy ideig kivár, élvezi ennek a határozatnak a előnyeit, de figyelmeztettük a dolgozóinkat, hogy akinek nincs kellő munkaviszonya, későbbiek folyamán fog kellemetlen helyzetbe kerülni. És mi a helyzet nálatok, Sarkadi F.? Mi részben eltértünk ettől a módszertől. Mi azt a módszert választottuk, amit a rendelet kötelezően előír, hogy 1994. december 31-ig egyenlő ütembe kell arra érdemes, illetve a jogszabály szerint hát jogosult személyeket részesíteni a bányászati keresett kiegészítésbe. Az ismertetett bányamunka kategóriákon belül különböző szorzószámokat, pontszámokat alakítottunk ki. A legnehezebb munkaterületre 1,5, 1,2, 1,3, 1 és 0,8-as szorzószámmal dolgozva számba vettük az összes műszakszámot visszamenőleg, és ennek alapján számítógépes technikára véve, valamint az egészségügyi állapotot is figyelembe véve, a foglalkozási betegséget, egyéb betegséget, ahol már munkaképesség csökkenés meg van állapítva, ennek alapján a dolgozókat besoroltuk. Hát csak példát említenék, 9000 fölötti műszakszáma rendelkező dolgozó is akadt, tehát aki már duplán megszolgálta ezt a rendeletet, de általában akik a legmagasabb pontszámot elérték, azok a 7 és 8000 műszakszám között voltak. Minden személyeskedés és egyéb dolgot figyelmen kívül hagyva üzemenként kaptunk egy rangsort.
A 861 néhány fő 7 évre fel lett osztva, így egyenlő ütemezésben évenként 109 fővel számolunk, és a 87-es évet, mind az első induló évet ki is függesztettük. Hát ebből voltak az előbbi számaim, amit ismertettem, tehát gyakorlatilag 68 személyért már igénybe vette. 18 úgy nyilatkozott, hogy 88 elején kíván majd elmenni, és 19 fő úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja igénybe venni. De mivel hogy szó volt már róla, hogy megvan az a lehetőség a dolgozónak, hogy választhat a különböző megoldásokba, akár rehabilitálását kéri, akár a bányászati kerkieget veszi figyelembe, ez állandóan változik ez a szám és a rangsor is. A kollektív szerződésünkben úgy szabályoztuk, hogy ezt a listát állandóan karban tartjuk, így most a következő határidő május 31, amikor a most január 1-i állapotot újra fel kell dolgoznunk. Köztudott, hogy mindkét vállalat munkaerőgondokkal küzdik a föld alatti munkaköröket illetően. Várható-e ennek a rendeletnek a bevezetésével esetleg a munkaerőgond mielőbbi megoldása? Nagyon röviden, mert már kevés az időnk. Mi ezt várjuk tőle. Igen, ezt is. És én meggyőződésem mondom, hogy ma azonnal nem fogja éreztetni a hatását, de 1-2 éven belül egészen biztos, és szintén ezt várjuk tőle. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtatok a stúdióba, köszönjük a beszélgetést, visszaadom a szót Sigora Irmának. Műsorunk végén nézzük meg, mit ajánlanak városunkban a szakszervezeti művelődési házak. A Vasutas Művelődési Házban február 7-én és 21-én a Bormester Blues Band játszik, mindkét napon este 6-tól 10 óráig. Programunkat elsősorban fiataloknak ajánljuk. Ugyancsak fiataloknak ajánljuk a Zenekaláris Együttes Magyar Táncház rendezvényét, melyre február 14-én és 28-án este 6-tól 10 óráig kerül sor. Február 23-án este 7 órakor a Liszteremben a Baranya Big Band és a Szekszárdi Big Band ad közös hangverset. Lássuk, mit kínál a nevelőkháza. Február 20-án pedagógus bált rendeznek a Nádorban, melyre 350 forint a belépő. Jelentkezni a nevelőkházában lehet. Február 25-én 17:30-tól a Magyar Finn Baráti Társaság tart tájékoztatást a legújabb finnországi turisztikai lehetőségekről. A Mecseki Szénbányák József Attila Művelődési Központjában a környező iskolák rendeznek farsangi bálokat február 6-tól 27-ig. Február 20-án Schwabbál lesz, 25-én pedig a Szegedi Mini Színpad előadását rendezik meg gyerekeknek. A Mecseki Ércbányászati Vállalat Ságvári Művelődési Házában február 4-én adóügyi tanácsadás indul, délután 3:30 órakor. A tanácsadás díjtalan, a következő foglalkozás idejéről a jelenlevők közösen döntenek. Február 10-től március 1-ig Veres Pál grafikus művész kiállítását rendezik meg a stúdió galériában. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Köszönjük ezt a rengeteg információt tartalmazó kiadós fél órát. Ezen a héten, február 1-én egy olyan nevezetes dátumhoz érkeztünk el, amely a szülők életében és a gyermekek életében is fordulópont. Ugyanis elkezdődik a második félidő. Így aztán tele vagyunk drukkal, mi szülők, és talán nagyobb drukkal a gyermekeink. Úgyhogy ennek a druknak feloldására javaslom a szülőknek, hogy függesszék fel a gyermekek most a vacsorát, fogmosást, jöjjenek ide a képernyő elé, hisz a közösségi televízió műsorát látják, illetve a mese műsorát. Thank you.
Kívánok. Éjszaka várhatóan nyugat felől beborul az ég, plusz 1, plusz 3 fokig csökken majd a hőmérséklet, és nagy valószínűséggel esni fog az eső, jelenti a Meteorológiai Intézet. Kedre is borult esős időt jósolnak, a déli szél sokszor megerősödik, a hőmérsékleti csúcsérték plusz 5, plusz 8 Celsius fok között alakul majd. Az időjárással kapcsolatos hír az is, hogy bejelentették, ha változatlan marad az évszakhoz képest szokatlanul magas hőmérséklet, a korábban megszokottnál előbb indítják majd a balatoni kompjáratokat. Meggyorsították a felújítási munkákat, és ha szükség lesz rá, már március elején szolgálatba lépnek a kompok. Pécsett gyors fotóműtermet nyitott a Fényszöv Jókai utcai boltjában. A Svájcból importált készülékkel, ha szükséges, 2 óra alatt is el tudják majd készíteni a minőségileg kifogástalan felvételeket. Még az is a Nap krónikájához tartozik, hogy ma ünnepelte 102. születésnapját Baranya legidősebb embere Bakti Feri bácsi, akit a közösségi televízió dolgozói és utólagos engedelmükkel az önök nevében is 2 kolléganőnk köszöntött. Talán nem mindenki tudja, Feri bácsi szűkebb közösségünkhöz tartozik, ugyanis Kertvárosban, a Varsány utcában él. Tessék megengedni, hogy 102. születésnapja alkalmából a Kertvárosi Közösségi Televízió nevében nagyon sok boldogságot kívánjunk, és ezt a kis virágot átadjuk. Köszönöm szépen! Nagyon sok boldog születésnapot kívánok! Kérem szépen, én öreg életemben a nőket borzasztóan szerettem. Szerettem őket tartani. Mert hogy most megtudtunk egy titkot is. További jó egészséget és sok szép születésnapot, Feri bácsi. Ezek voltak tehát a nap hírei, és most következzék egy kis visszatekintés az elmúlt 2 hétre. A Városháza nagytermében nyilvános ülést tartott Pécs város tanácsa. Napirendjén legfontosabb pontként a város 1988. évi pénzügyi tervének javaslata szerepelt. Mint azt a téma egyik előterjesztője, Varga István, a pénzügyi osztály vezetője elmondta, a nehezedő költségvetési feltételek nem kedveznek a fejlesztési programoknak. A meglévő lehetőségeket elsősorban a város zavartalan üzemeltetésére, fenntartására fordítják majd. A beszámolót élénk vita követte, 18 tanácstag fejtette ki véleményét, javaslatait, majd a testület néhány módosítással egyhangulag elfogadta az ezévi pénzügyi tervet. Ezután a lakásgazdálkodásról szóló tanácsrendelet módosítását, majd a város kiemelt üdülőhelyi lehatárolásáról szóló javaslatot vitatta meg a testület. Elfogadták a Városi Népi Ellenőrzési Bizottság ezévi ellenőrzési tervét, majd a tanács zárt ülésen személyi kérdésekben döntött. Itt hívom fel figyelmüket, hogy előreláthatólag 19 óra 45 perckor stúdiónk vendége lesz Molnár Zoltán, Pécsváros tanácsának általános elnök helyettese, akivel kötetlen beszélgetés formájában a tanácsülés határozatainak hátteréről kívánunk szólni. Pénteken Pécset rendezték az ifjúsági igazgatás első országos konferenciáját. Az eseményen részt vett Varga Sabján László, az AISH elnök helyettese is. Lékó Sándor kérte kamera elé. Európában, majdnem minden országban valamilyen más ágazathoz, vagy önállóan működik ifjúsági kormányzati szerv, ifjúsági államigazgatási struktúra.
És a dolog lényege nem abban van, hogy ez most sporttal együtt, vagy szociálpolitikával együtt, vagy akár a közlekedéssel együtt, vagy önállóan, hanem abban, hogy képesek vagyunk-e az állami tevékenységben az ifjúsági szempontokat érvényesíteni. Le tudjuk-e fordítani az ifjúság érdekeit arra konkrét tevékenységi területre, amelynek a logikájában a döntések születnek. Most, amikor az IJS létrejött, ezzel együtt legalább ilyen jelentős változás történt az egész közigazgatásban, ugyanis kialakult az ifjúság igazgatásnak a rendszere. Márpedig erre nagy szükség van, hiszen ha valamikor, akkor napjainkban kell a különböző döntésekbe, a döntések végrehajtásán az ifjúság szempontjait figyelembe venni. Milyen esélyek vannak az ifjúság politikai munka erősítésére? Milyen területeken lehet bővebb tevékenységet kifejteni? Itt van egy óriási tartalékunk, és pedig az, hogy olyan ügyről van szó, amire nagyon sok szimpatikus fiatal ember, akinek vannak gondolatai, elképzelései, változtatni akar, az mind-mind a szövetségesünk lehet. Kaptuk egy információt, mely szerint minden korábbi és sokszor ellentétes híradástól eltérően legalábbis egyenlőre nem emelkednek a múzeumi belépőjegyek árai. Mint azt a Művelődésügyi Minisztérium közgyűjteményi főosztályán elmondták, adta hírul Népszabadság is, egyelőre nem kapták meg az országos árhivatal engedélyét. Elmúlt évben Baranya megyében 1088 esetben kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. Tudtuk meg egy múlt héten rendezett sajtótájékoztatón, amelyen a megyei parancsnokság számolt be előző évi tevékenységéről. Fejfer Márton őrnagy, a megyei parancsnok helyettese, örömmel újságolta, a statisztika ezúttal kedvezőbb, mint a korábbi években volt. A tűzeseteink száma 16%-kal 630-ról 530-ra csökkent. A tűzoltói gyakorlatban szinte láthatatlanul meg lehet mondani azt, hogy melyik az a keletkezési okcsoport, amelyik a tűzeseteknek a jelentős részét okozza. Papír nélkül mondhatom, hogy az elektromos áram, az elektromos berendezések meghibásodása, a tüzelő fűtő berendezések helytelen kezelése vagy rossz műszaki állapota, a dohányzás és a szabadban való tüzelés az, amelyik a leggyakrabban okoz gondot nekünk tűzoltóknak. Laikusként, mintha az elmúlt időszakban kevesebbszer hallattunk volna rádióban, televízióban vagy az újságok híradásaiban lakástüzekről. Pedig ez nem azért van, mert a sajtó vagy a rádió kevesebbszer ad hírt tűzesetről, hanem azért, mert hosszú évek óta először tavaly, 87-ben csökkent a lakástüzek száma is. 3 évvel ezelőtt az országos parancsnokság direktívát adott ki, miszerint arccal a lakástüzek ellen, és Baranya megyében tavaly az igyekezetünket sikerkoronázta, 350-ről 304-re csökkent a lakástüzek száma. Hadd mondjam el, hogy az 530-as összes tűzesethez képest látható, hogy a 304 eset még mindig nagyon magas. A tűzoltók áldozatvállalásán kívül úgy érzem, hogy a tűzoltás sikerességében nagy szerepet játszik a technika. Technika nélkül nem érnénk egy fabatkát sem. A tűzoltóság technikai felszereltsége nem mindenben üti meg a szükséges színvonalat.
Örömmel mondhatom azt is, hogy az elmúlt évben Baranya megye néhány korszerű tűzoltó gépjárművet kapott, akár a itt látható IFA gépjárműfecskendőt említem, akár a megye legnagyobb büszkeségét, a 40 méteres emelőkosaras gépjárművet. Ezzel, ha jól tudom, a legmagasabb lakóépületeket is elérheti. Igen, jól tudja. Ezzel a emelőkosaras gépjárművel bármelyik tízemeletes házból, vagy annak akár a tetejéről nagy biztonsággal tudjuk a segítségért kiáltozó embereket menteni, egyszerre akár többet is. Gondolom nagy szerepe van a gyorsaságnak is. Milyen gyorsan tudnak a helyszínre érkezéstől számítva a bajba jutottakhoz jutni? A működésünk időben két szakaszra osztható. Az egyik addig tart, amíg a helyszínre kiérkezünk. A vonulási nehézségeinket nem egyszer elmondtuk már, az utak zsúfoltsága, a parkírozógép járművek. Működésünk másik szakasza pedig a helyszínre érkezéstől a feladat végrehajtásáig szól. Nos, ez a korszerű gépjármű 2 perc alatt lehetővé teszi, hogy a megállás után a két segítséget megadjuk. Mint elmondta, hogy volt egy akciójuk arccal a lakástüzek ellen. Mi lesz a jellemző 1988-ban? 1988-ban az elektromos berendezések, tüzelőfűtő berendezések használatára, használati szabályainak ismeretére fogjuk a legnagyobb súlyt helyezni. Természetesen mindenhol az embert igyekszünk megcélozni, hiszen a helytelen kezelésért vagy a rossz műszaki állapotért mégiscsak az ember, a tulajdonos, a kezelő a felelős. Amint a tűzesetek keletkezéséért, a városban tapasztalható rongálásokért is az ember a felelős. Kezdetben csak a köztéri parkok, játszóterek estek a mindgyakrabban felbukkanó vandalizmus áldozatául, újabban azonban, és ez jellegzetes kertvárosi tünet, a bekerített és lezárt gyermekintézmények udvarai, parkjai is vonzzák a felelőtlen embereket. Kis Pálné az egyes számú óvoda vezetője. Milyen rongálások történtek itt az udvarban, illetve a játszótéren? Volt 2 vonatunk, ami már nem látható az udvarban. Nagyon szép parképítő által készített vonatok tönkrementek. A házi munkásunk talán a 2-ből egyet összehoz. Szerencse, hogy ő olyan ügyes és szorgalmas, hogy nagyon sok mindent helyreállít. Az ivókutunk használhatatlan, mert hétvégén szétszedik a tetejét, letörik, a kerámia részét leszedik, tehát nyáron le kell hoznunk megint kancsóba a vizet, hogy a gyerekeket meg tudjuk itatni. Üvegeket találunk, törött-sörös üvegeket, gyújtogatások vannak, győzzük összeszedni az üvegeket, nehogy valami baleset érje a gyerekeket. Próbáltak a rendőrséghez fordulni? Rendszeresen fordultunk a rendőrséghez, minden alkalommal, ki is jöttek többször, akkor, amikor a villanykapcsolónkat felgyújtották, akkor korahajnalban a dédást riasztottam, hogy jöjjenek ki gyorsan áramtalanítani, nehogy valamelyik kisgyereket vagy felnőttet valamilyen baleset érje, mert a bakelit teljesen elégett, minden korom volt. A mi óvodásaink, mi iskolásaink ilyet nem csinálnak, mert ők itt nagyon jól érzik magukat, és arra neveljük őket, hogy védjük, óvjuk környezetünket, ugyanis közösen tesszük rendbe a házat, virágot ültetnek, segítik ápolni a füvet, a kertet. Ők nem tesznek ilyet, abba biztos vagyok. Sajnos azt hiszem, hogy nagy gyerekek. Nem csak ez jellemző sajnos környezetünkre, hanem az utóbbi időben a szinte elképesztő méreteket öltött szemetelés is. A városi tanács ülését követő sajtótájékoztatón újságíró kollégáim ostorozták a tanács vezetőit, vajon mit tesznek a város tisztaságáért, rendjéért, hiszen a nyáron rangos nemzetközi eseménynek, az Európa Kantatnak ad otthont városunk. A tanács vezetői megígérték, hogy lehetőségeikhez képest a frekventált területeken felújítják a járdát, kijavítják majd az útburkolatot, de hogy azon nap mint nap mennyi szemét lesz majd látható, ez nem hiszem, hogy rajtuk múlik. Ez késztette egy kis gondolkozást a Szűcs Imre kollégámat. Az állatok többsége előszeretettel ügyel a részletekre, mármint önmaga és környezete tisztaságára. Kedvenc házi állatunk a kutya, időben jelzi, ha dolga akad, a macskafélék pedig elemi szükségletük után alaposan megmosakszanak és igyekeznek elkaparni, eltüntetni a számukra sem esztétikus végterméket. A madarak a legritkábban piszkítanak saját fészkükbe. Otthonuk és környéke mindig tiszta és ápolt.
ösztönösen cselekszik ezt, hiszen ha nem tartanák be a természet szabályait, elborítaná őket a szemét, a piszok, amely törzshelye lenne a betegséget terjesztő élősködőknek. Természetesen, mint mindenhol, az állatvilágban is van kivétel. Ismerünk olyan fajt, melynek nem lételeme a tisztaság. Szívesen fetreng, dagonyázik, lépked a saját maga által előállított piszokban, mocsokban. Nos, amíg nem jöttek volna rá, ez az állata sertés, köznapian disznó, latinul pedig így hangzik, sus scrofa domestica. Azt hiszem, ehhez nem nagyon szükséges kommentár. Bár persze azt is sokan disznóságnak tartották, sőt ezt be is jelentették telefonon, ami nemrégiben a TV képernyőjén történt. Azok kedvéért mondom el, akik éppen nem kapcsolták be a készüléküket, hogy a Magyar Televízió programját megszakította, ahogy ez lenni szokott mindig a legizgalmasabb pillanatokban, a hírgép antenna üzemének emblémája. Ezt sokan olyan kapitalista ízű reklámfogásnak tartották, de mint rövidesen megtudják Torma Tamástól, nem erről volt szó. Ez egy természetes reakció volt az emberek részéről, de mindjárt most az elején hadd szögezzem le, hogy ez nem reklám volt. Mi az új Hajdú Gyula 52 telepítési főállomásunkon a 49-es csatornán beüzemelt kisadó jelét vesszük. Ezt tettük azért, mert ennek lényegesen jobb a képminősége, mint az O2-es csatornán kisugárzott jelnek. A 49-es kisadóval a posta tájékoztatása szerint történt egy kis malőr. Ezek után természetesen, hogy az automatika nem gondolkozott, és átkapcsolt az inzert jelre, amin a hírgép egyes felirat látható a telefonszámunkkal. Legfőképp azért igyekeztünk ezt a lehetőséget megteremteni nem kis összegért, hogy egyfajta biztonságot nyújtsunk a tévénézőknek, tehát minden olyan esetben, mint ami január 20-án is előfordult, hogy leállt az adó, tehát nem a mi antenna rendszerünk, hanem az adó leállt, kapjanak a nézők egy olyan biztonságot, hogy nem a tévéjük rossz, nem az antenna rendszer rossz, hanem valami más rossz, aminek a javítása valószínűleg folyamatban is van. Tehát ez nem bosszantásul, ez nem reklámként van bent, hanem ez egy műszaki kellék számunkra, hogy napi 8 órában folyamatosan tudjunk dolgozni és hibát elhárítani. Én megértettem, és mi itt megértettük a nézők felháborodását. Ez teljesen jogos, hiszen volt, aki videóra szerette volna fölvenni, volt, aki csak egyszerűen szórakozni akart, de akkor is én kicsit felháborítónak és sértőnek találom főleg azokat a személytelen telefonokat, akik a nyomdafestéket nem tűrő bejelentéseket tettek fel és lemenő ági rokonainkat emlegetve, de én úgy érzem, hogy nem ez a megoldási mód. Ennél vannak szebb és jobb megoldások, mint ahogy volt is rá példa, voltak, akik pillanatok alatt megértették. Mi is kaptunk néhány telefont nézőinktől, mely szerint, hogy rossz minőségben vagy egyáltalán nem látják adásainkat. Most akkor kérem, ők figyeljenek, hiszen Torma Tamástól azt is megtudtuk, sajnos vannak, akik nem is fogják látni. A közösségi televízió műsorait ugyanis az OIRT 5-ös csatornán továbbítják, és ezt a nyugati gyártmányú készülékek nem tudják venni. Ugyanígy járnak azok is, akik ugyan magyar tévével rendelkeznek, de nyugati típusú képmagnó tunerjén keresztül oldják meg a vételt. Ők, ha az antenna csatlakozót közvetlenül a tévére kötik, megvalósíthatják a jó vételt. A hírgép szakemberei szerint a legtöbb panasz azonban a rossz beállítástól van. Ezért a KTV ezen a héten péntekig naponta 8-tól 16 óráig mérőjelet közvetít, amelynek segítségével a hírgép szakemberei beállítják az önök készülékeit. Itt tehát, akinek ilyen problémája, panasza van, hívja a hírgép antenna üzemét a 10-262-es telefonszámon. És most más. Reggelente hosszú sorok kígyóznak a Lánc utcai Ofotért szalon előtt. A nagy népszerűség okára és az ott folyó munkára voltunk kíváncsiak. Kameránkkal mi is ellátogattunk az üzletbe. Pécsnek már nagy szüksége volt egy ilyen komoly szemvizsgáló és egyben kontaktlencse szaküzletre.
hetes előjegyzéseink vannak, most a szemvizsgálat az, ami jobban fellendült, azt hiszem. Kontaktlencsénél még 1-2 hét az előjegyzési idő, a másiknál már kicsit több. Azt hiszem, sokan nem tudják, hogy tulajdonképpen mi a különbség, mennyivel jobb a komputeres szemvizsgálat a hagyományosnál. Nézze, annyiban jobb, hogy objektívebb. Tehát megméri a szem maximális törő hibáit, és ebből jobban kiindulva tudja vizsgálni a szemvizsgáló a beteget. És talán ő is jobban el tudja dönteni, hogy melyik lencsével lát jobban, mert sokszor ez okozza a legtöbb problémát. Hogy három lencse közül nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik az élesebb, jobb. Amikor elkészült a recept, akkor itt a szaküzletben meg is lehet rögtön rendelni. Vajon itt gyorsabban készül el egy lencse, egy szemüveg, mint más boltokban? Hát erre így egyértelműen nem lehet itt sem igennel, sem nemmel válaszolni, mert vannak olyan lencsék, amit raktáron tudunk tartani, benyúlunk a fiókba, fél óra, egy órán belül elkészülhet a szemüveg, de továbbra is vannak olyan lencsék, amiket a MOM, illetve a Máté Szalkai gyáregysége egyedileg gyárt le, és ezekre hosszabb sajnos a várakozási idő, 2-3 hónap is lehet. És mi ahol a legnagyobb a sorban állás a jelentkezésnél? Fel vannak-e készülve az emberek arra, hogy mi minden vár itt rájuk? Sajnos nincsenek felkészülve. Reggel 8 óra előtt már hosszú sor áll itt kint a bolt előtt. Érkezési sorrendbe adjuk ki az időpontokat, tehát délelőtre előjegyzési időpontot nem kell kérni. Délutánra viszont gyakorlatilag március végéig kiadtuk az időpontokat, úgyhogy aki áprilisban szeretne jönni szemvizsgálatra, annak február végén, március elején tudunk biztosítani helyet. A kontaktlencse ellátás az jónak mondható. Az angol, illetve a finn lágylencsét azt raktáron tartjuk, tehát az gyakorlatilag 1-2 héten belül megkaphatja a vevő a betanítás után. A félkemény lencse, hát az körülbelül egy hónap, mivel azt úgy gyártatjuk le. Van-e valami kritériuma, hogy kiviselhet kontaktlencsét? A kontaktlencse szinte mindenkinek, gyerektől 3 éves is jön, idősebbeknek, szürkehályog műtét után, tehát mindenkinek tudunk segíteni. Viszont szemvizsgálatot csak 14 éves kor felett végzünk. Az áraink azok csökkentek. Úgy a lencsárak, mint a keretárak, import-belföldi egyaránt. Szemüveg keretre, szemüveg lencsére 0 forgalmi adót állapítottak meg, egyedül a távcsövek, mikroszkópoknál van a 25%-os forgalmi adó. A nevelési központban már 3 éve működik egy klub, melynek tagságát egyedülálló emberek alkotják. A klub vezetőjét, Vasarankát arról kérdeztem, szerinte hogyan lehet definiálni manapság a magányosság fogalmát? Azok az emberek magányosak, akik eltökélik magukba, hogy én már pedig az leszek. Nem mennek társaságba, nem próbálnak meg kapcsolatot teremteni, akkor lehet arról szó, hogy van, létezik Magyarországon magányosság. De ha keresünk a másik oldalt, akkor ezt meg lehet szüntetni. Önök ezek szerint valamiféle fondorlattal becsalogatják ide ezeket az embereket a klubjukba? Hát igyekeznénk becsalogatni, ez a klub most már 3 éve működik, de sajnos nagyon-nagyon kicsi létszámmal. Itt nem Kertvárosban, Pécsen több magányos klub működik. A mi klubunk az teljesen más jellegű, mi általában előadásokat tartunk. Különböző előadókat hívunk meg, két hetenként találkozunk, és páros héten. Beszélünk politikáról, szexológiáról, közgazdaságról, jogról, humorról, nyelvezetünkről, szóval sok mindenről beszélünk, de érdekes, az embereket mégse vonza annyira. És emellett szórakoznak is. Igen, hogyne, emellett szórakozunk is, megpróbálunk egy kicsit többet tudni az egymásról, magunkról. Jobban el tudunk beszélgetni egymással, mint zenés szórakozó helyen. De ha valakinek problémája van, tehát építkezik, vagy nagy takarítás kell, vagy szőnyegtisztítás kell, akkor ott vagyunk és ráérünk és segítünk. Szóval ilyen segítségnyújtásunk is van. Ön most már tapasztalt klubvezetőnek számít. Mi a tapasztalata, hogy mennyi idő alatt nyílnak meg az emberek? Az emberek hamar megnyílnak, mivel általában lelki sérült emberek ezek, vannak problémáik, és szeretnék mégis a másikkal megbeszélni és továbbadni a problémáikat, és mi is igyekszünk, nem csak én, hanem a többi klubtag is, hogy megnyerjük az emberek bizalmát.
Önök 3 hete működtetnek egy telefonszolgálatot, egy társkereső telefonszolgálatot. Milyen tapasztalatokkal? Hát pillanatnyilag még túl rövid ideje működünk ahhoz, hogy különösebb tapasztalatról beszélhetnék. Mi azt szeretnénk, hogy mindenkinek igénye szerint tudnánk társat vagy társaságot találni. Milyen telefonszámot kell akkor tárcsázni annak, aki társat akar? A 41907-est. Mikor és hol kereshetik fel önöket, és van-e valami feltétele annak, hogy valaki belépjen ebbe a klubba? Egyetlen egy feltételünk van, hogy vagy elvált legyen, vagy özvegy, vagy hajadon, tehát ne kötődjön családhoz. Valahol valószínűleg azok a fiatalok is magányosak, akik ugyan nem tagjai a klubnak, nem hallgatnak előadásokat, és talán nem is kíváncsiak arra, hogy mit gondol a másik, mi történik a társával, és mégis megfordulnak nap mint nap a nevelési központban. Igaz, egy szinten lejjebb. Az Apácai Nevelési Központ aulájában egyre több fiatal leli meg az őt befogadó közösséget, s néhányan közülük egymásra is találnak. Íme az első házas pár, és az őket követő jövő. Meghitt, családias légkörben tartották az első aula bébi névadóját a művelődési házban, azoknak a népművelőknek és dolgozóknak körében, akiknek gondoskodó szárnya alatt a 2 fiatal is felnőtt. Az ünnepségen rövid zenés verses műsor összeállítás után kedves szavakkal köszöntötték a fiatal szülőket, majd a babát, aki a Tímea Éva nevet kapta. S végül ezt a cuppanós, rózsas puszit. Köszönöm, hogy nézik adásunkat. Kollégáim jelezték, hogy az antenna ügyelet riport után elkezdtek csörögni a telefonok. Némi információval még szolgálnom kell, és ezt az antenna üzem dolgozói kérték. Nos, a beállítás, amelyről szóltam, a garanciális készülékeknél természetesen garanciajegy ellenében, akiknek már nem garanciális a készülékek, természetesen pénzdíj ellenében történnek. Még egyszer a telefonszám 10-262. És ha már az előbb sokat idéztünk a nevelési központban, hadd dicsekedjünk még befejezésként egy friss sikerrel. A művelődési ház Jump Jazz Ballet csoportja tegnap a Budapesten megrendezett országos modern táncversenyen a nagy show dance kategóriában első díjat nyert. Kovács Hanna tanítványainak produkciójával búcsúzunk, köszönjük figyelmüket, további jó szórakozást! You must that it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Oh,
Thank you.
Budapesti Közösségi Televízió műsorát látják, és megköszönöm a nézőinknek, hogy eddig velünk tartottak, és azok számára, akik most kapcsolódnak be műsorunkba, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy miről maradtak le. A bejelentkezésünket követően a szakszervezetek megyei tanácsának munkatársai adtak egy félórás beszélgetésben számot, illetve információt a bányászok nyugdíj kiegészítő lehetőségeiről. Ezt követte a nagy nézettségnek örvendő, reméljük, hogy nagy nézettségnek örvendő híradónk. Aztán következik a második blokkunk, amelynek most lehetünk majd tanúi. Lehet, hogy most tájékozatlanságomat árulom el. Nem tudom, hogy ki, de valamelyik nagy gondolkodónk mondta, hogy irodalom és művészetek nélkül élni lehet, de minek? Múlt adásunkban indítottunk útjára egy olyan jellegű magazin műsort, amely segítséget nyújt az önök számára, hogy az elkövetkezendő két hét kulturális ajánlataiból válogathassanak, mint egy ajánlatképpen. A cím ennek a műsorblokknak Művek, Művészek, Művészetek. Lássuk együtt Mátyás Judittal. Jó estét kívánok! Kulturális blokkunkat egy színházi bemutatóval kezdjük. Közelmúltban mutatták be a Pécsi Nemzeti Színházban Mrozsek Tangó című művét Vass Zoltán Iván rendezésében. A szerepeket négy férfi és három nő játsza. Újlaki László, Bánki Gábor, Újvári Zoltán, Faludi László, Sólyom Katalin, Martin Márta és Jónás Judit. 25 évvel ezelőtt születtem, és a gyerekkocsit máig itt áll! Miért nincs a padlások? És ezek? Ez? Anyám, ne nyomszonyi ruhám! Miért hevernék most is itt? Miért nincs a szekrényben? És ez? Eugenius bácsi lovagló nadrágja! Miért hevernék most is itt? Hiszen az utolsó házaskor, amit Eugenius bácsi meglovagolt 40 évvel ezelőtt, magtalanul ki lehette a páráját. Ebből semmi rend, semmi sem tart lépést az időre, semmi személyre, semmi kezdeményezés. Itt nem lehet lélegezni, járni, élni! Milyen szépen iszol, Edus! Édes fiam, engem nem érdekel a hagyomány. És a te lázadásod egyszerűen nevetséges. Magad is láthatod, hogy semmiféle jelentőséget nem tulajdonítunk a múlteme rekvizitumainak, családi életünk fölhalmozódott rétegeinek, csak egy szamaszét hever minden. Gátlástalanul élni. Hová lett a kávépadon? Egyáltalán nem ez a lényeg, nem egészen más. Magyar ember világosabb a kedvesként, nincs több kávé? Lesz, de csak holnap után. Miért csak holnap után? Akkor is tudom. Jó, nem várom! Hallgatjanak már ide! Eddigi legjelentősebb művében nem kevesebbre vállalkozik Mrozsek, mint hogy parodisztikus elemekkel teletűzdelt, meghökkentő fordulatokban bővelkedő, groteszk költői játékban ábrázolja a 20. századi életforma bonyolult kérdéseit. A jellemábrázolás, a konfliktus felvetés és a stílus együtt adja a jelenkori dramaturgiában korszakos jelentőségű, vitákat kavaró és vitára ingerlő, napjaink színházát befolyásoló nyugtalanító dráma izgalmát és gondolati szépségét. Maga már kézbe jött, a vártam az egészben, légüres térben levek minden. Elszabadulás, a régi élet és a régi módi művészet ötelítés. Az ember önmagáért nyúl, ledönti rég isteneit, és önmagát állítja a kérdezett szárra. Röpedett meg a kérget!
hazudjon a bilincse! Orralom és expanzió! Orralom és expanzió! Ez a milyen? Ez a mi, ez a mu, ez a mi, ez a mu! Éljen az alkotó és alapuló élet! Éljen az alkotó és alapuló élet! Ki a korlátok közül? Ki a korlátok közül? Mozgás és törekvés! Ki? Mind messzebbre! Magasabbra! Tomi, hogy megfiatalodtál? Nem ismered már. Bizony! Fiatal! A tangót kövesse egy egészen másfajta tánc. A hétvégén Pécsett rendezték meg a 4. országos kólótábort. A találkozón érdekes programok között válogathattak, és fontos helyet kapott a társművészetek bemutatása is. Két nem akármilyen produkció között beszélgetünk Vidákovics Antallal, a kólótábor egyik vezetőjével, irányítójával, létrehozójával. Az egyik kérdésem az lenne, hogy az ember úgy gondolná, néptánc és balett igen távoli fogalmak egymástól. Most a Baranya Tánc Együttes hagyományos vagy hagyományozó programja után Ek Imre koreográfiájával a Szerelem című balett következik. Mi az alapja ennek a Pécsett hosszú évek óta jó kapcsolatnak, ami a néptáncosok és a balettosok között megvan? Valóban nagyon jó ez a kapcsolat a Baranya Tánc Együttes és a Pécsi Balett között. Idestóval most már több mint 10 évre tekint vissza ez a kapcsolat, amikor is Ek Imre először meghívott bennünket, azt hiszem a Fából Faragott Királyfiba, és az együttes táncolt ebben a balettban. Majd utána egy hosszú sorozat követte, jó magam is táncoltam a Máté Passiójában, majd több táncosunk is részt vett szólóként is egy-egy balettjében. Ez a Szerelem című kamara balett, ez két pécsi balettos táncolja és két baranya táncos, néptáncos. Hát nem is balett, én azt hiszem, hanem táncjátékról van szó. Én azt hiszem, hogy ez a táncjáték híven tükrözi, hogy a modern táncban mennyire jól lehet ötvözni a mondani valót a balett és a néptánc nyelvén. Én azt hiszem, hogy ez az a darab, amiben Ekiminek a leginkább sikerült ezt a, ha úgy mondhatom, úgyis a szintézist összehozni. Tanulnak-e a néptáncosok a balettosoktól, és a balettosok a néptáncosoktól? Játékmódot, vagy egyáltalán előadásmódban, bármiben egymástól tanulnak-e?
Hát biztos vagyok benne, hogy tanulunk egymástól, míg ha mondjuk a Baranyatánc együttes egy amatőr együttes, akkor is biztos, hogy hatással volt, ha úgy tetszik, Egg Imrére, a Pécsi Balettre már a néptánc nyelvezet, mi pedig nagyon sokat profitálunk ebből a színpadi viselkedéstől kezdve a színháztól. Én azt hiszem, hogy ezt máshogy nem tudtuk volna megtanulni, csak így együtt. Országában most kezdik igazán felfedezni és ápolni a népi hagyományokat. Úgy látom, hogy nálunk a táncházak csillaga leáldozóban van. Meg lehet-e óvni, védeni ezeket a népi értékeket? Van-e remény, hogy a diszkó nem szorítja ki a táncházakat? Remény van, bár az utóbbi időben én azt hiszem, hogy nem így alakult a táncház mozsolom sorsa, legalábbis Pécs városában nem, hisz a központban nem lehet találni szinte egyetlen olyan alkalmas helyet sem, ahol ezt igazából jó meg lehetne rendezni, ahol volna egy egyszerű, sima terem, ahol táncolni lehetne. Ez nem adott sajnos. A másik pedig az, hogy a művelődési házak, akik mindenképpen bevételt szeretnének csinálni mindenből, azt hiszem, hogy a táncház az nem alkalmas egy ilyen nagy pénzes bevételre. Ez a másik nagy problémája a táncházaknak. A diszkó sokkal egyszerűbb, oda csak egy ember kell, és már is több pénzt lehet bevenni. Mégis mi a kiút? Hát a kiútat nem tudom igazából. Mi itt annak idején, amikor most már lassan 15 éve beindítottuk Pécsen az első táncházat, sorozatosan fantasztikus erőket mozgatott meg, még a régi KPVDS művházban. Mondhatom azt, hogy izzadtak a palak, nagyon sok fiatal vett részt, és tudta, hogy minden második szombaton ott van a táncház. Én azt hiszem, hogy úgy lehetne ismét vissza hódítani a gyerekeket, illetve rávenni erre a nagyon hasznos időtöltésre, hogy itt biztosítani a Pécsvárosába, központba valami helyet, és nem meggazdagodni rajta, hanem hagyni ezt kiterebélyesedni. Később lehet, hogy pénzt is hozna. Reméljük, hogy a táncházat a jövő generációi nem a tankönyvekből fogják megtanulni és megismerni. Most pedig egy kevésbé mozgalmas, intenzív, inkább lírai képzőművészeti kiállításról adnánk hírt. Gazdag, változatos életmű egy részletéből láthatnak kiállítást a Pécsi Kisgalériában.
H. Barakonyi Klára festőművész a Pécsi Tanárképző Főiskola rajztanári oklevele után a Magyar Képzőművészeti Főiskolán kapott diplomát. Jelenleg a Pécsi Pollák Mihály Műszaki Főiskolán adjunktus. A Magyar Képzőművészeti Alapnak és a Pécsi Grafikai Műhelynek is tagja. Kiállítását mindenképpen figyelmükbe ajánlom. Tulajdonképpen ez a kiállítási anyag az utóbbi 5 év munkája, amely egy életemnek egy fontos szakasza, egy fontos periódus, legalábbis számomra fontos, és egy olyan periódus, amelyben, vagy amely során lehetőségem nyílt arra, hogy a korábbi tapasztalatokat összegezzem, a korábbi emlékeimre, élményeimre visszaemlékezzem, és ezek során a tépelődések, gondolkodások során keletkeztek ezek a munkák. Festőnek indultam, aztán amikor a Pécsi Grafikai Műhelyben munkalehetőséget kaptam, akkor a grafika volt az a kifejezésmód, az a technika, amely igazán vonzott, ezen belül is a litográfia. Amikor ezt a műtermet megkaptam, azóta olajképeket, táblaképeket is készítek, illetve egyre inkább ezzel foglalkozom. Emellett a ceruza rajz az, ami még érdekel és vonz, mert ezzel nagyon aprólékos, finom nyansznyi dolgokat is ki lehet fejezni. Egyébként február 7-ig naponta 10-től 18 óráig tekinthetik meg. Programajánlón következik. Amíg bennünk zeng a lélek címmel Sebestyén Márta, az Ebrosz, Kaláris, Vizin és Fujicsics együttes tagjainak műsorán vehetnek részt a héten szerdán 19 órától az Ifjúsági Házban. Az előadás Bocán Déla, Szakmám a hangszerkészítés című kiállítás megnyitójának programja. Február 4-én a Dunántúli Napló által szervezett felvételi fórumon meghívott szakemberek segítségével tájékoztató beszélgetést tartanak a közép- és felsőfokú oktatási intézményekbe jelentkező fiataloknak. A Római Teátró mobiletársulat olasz nyelven játsza egy hét múlva csütörtökön este 7 órakor Gogol egy őrült naplója című egyfelvonásosát. Szókratész védőbeszéde című előadását már sokan láthatták, de a zenés könnyed műfajban sem idegen önök előtt Haumann Péter, a Madách Színház művésze. Önálló estjét mához 2 hétre, hétfőn 18 órától láthatják. Jegyelővétel február 8-ától az Ifjúsági Házban. A Csigabiga együttes koncertje február 17-én korántsem a gyerekeknek szól. Nagy Feró és Vaszlavi Gélászló sója este 6 órakor kezdődik. Az Ifjúsági Ház és a Baranya megyei Moziüzemi Vállalat filmklubjában érdekes, változatos programok között válogathatnak a középfokú oktatási intézmények tanulói, illetve a felnőtt korosztály. Az alsó tagozatos gyerekeknek, akinek most kedve nincs, címmel Csizmadia Sándor dalénekes műsora lesz az Apácai Nevelési Központ művelődési házában február 10-én 9:30 perckor.
A Ságvári Endre Művelődési Ház és a Kiszmér Bizottsága a hétvégén szombaton egész napos rendezvényt szervez családoknak a ház összes termében. Játékkészítés, rajzfilmvetítés, kártyaklub, információs iroda, sakk és még sokféle rendezvény között válogathatnak. Veres Pál budapesti grafikus művész kiállítását február 10-én a Stúdió Galériában Tüskés Tibor nyitja meg. Számos koncertje során bebizonyosodott, hogy zenei előadó és kifejező készsége olyan színvonalon áll, amely képessé teszi érzelmei közvetítésére, és magával ragadja hallgatóságát is. Zseniális ötleteivel és ragyogó technikájával minden esetben meghódítja közönségét. Michele Crosta olasz zongoraművész hangversenyét a Liszt koncertteremben február 10-én szerdán este hallhatják. A művész és a rendezők a teljes bevételt felajánlják a Gyermekek a gyermekek egészségéért című alapítvány céljára. Most pedig nézzék meg a Betty Blue című filmről készült összeállításunkat, amit majd a pécsi mozikban tekinthetnek meg. A film után néhány könyvet szeretnék figyelmükbe ajánlani. Az első Megszületett a Zsuzsi és fiú. Higgyék el, kedves nézőink, mutatom a kamerának a könyvet. Higgyék el, hogy most nem bakisztam. Ez a bohókás mondat egy gyermekkönyv alcíme, az igazi pedig Nagy Katalin kettőnk titka. Egyre fontosabb szerepet kap életünkben az egészséges életmód. Simon V. László Fuss és üvölcs című könyvét tartom a kezembe, hogy az üvöltés mihez kell, ezt őszintén szólva nem tudnám megmondani, lehet, hogy azért vagyok olyan hitetlen, mert még nem próbáltam. Nos, hogyha a kocogás után, ami valóban nagyon egészséges a természetben, esetleg meghűlnének, ajánlom Benedek István legújabb könyvét, a tibeti orvoslás és varázslásról, amiben lehet, hogy varázsszer találnak betegségükre. És végül egy nagyon szép kiadványra hívom fel figyelmüket. A művészet története sorozatban jelent meg a barokk korszakról egy nagyon szép könyv, amiben valóban lehet gyönyörködni. Megpróbálom a képeket is bemutatni néhányat. Nagyon szép kiadvány. Összeállításunk végén egy kocsmába invitálom önöket. Most biztos, hogy sokan fölkapják fejüket, hogy hogy kerül a csizma az asztalra. Nos, elmondjuk, hogy egy réteg műfajnak tekintett zenei irányzat a blues kedvelőinek örömére szerda esténként blues kocsmaként működik az Aranykacsa vendéglő. Haber Tamás a Blues Kocsma, jobban mondva az Aranykacsa vendéglő üzletvezetője. Én úgy emlékszem, hogy itt egész másfajta zene szólt régen. Hogy jutott eszetekbe, hogy egy blues zenekart szerződtessetek? Az ötlet az nem tőlem származott, hanem az egyik zenekari tagtól. Jó ötletnek tartottam, úgy éreztem, a városban nincs könnyű zenei élet. Úgy gondoltam, lesz iránt a kereslet, és ezért megpróbálkoztunk vele. Ma, amikor a langyos, málnaszövszerű zene a divat, akkor miért játszik egy együttes blues-t? Hogy pont blues-t miért játszunk, ez elég érdekes kérdés, mert az ötlet az onnan indult, hogy elég sokat járok Pestre, és nagyon bosszantott, hogy Pécsen semmi nem történik. Csak egy olyan ötletem támadt, hogy kellene csinálni egy valami olyan klub jellegű dolgot, hogy ahol blues, country, szóval sokfajta zene, aztán ezt a pont a blues-t sikerült megvalósítani. Mennyire jó üzlet ez? Hát jó kérdés. Hát önmagában maga ez a rendezvény, ez annyit tud, mint a többi szerdai nap. Viszont amiért én mégis belevágtam ebbe, az, hogy úgy gondoltam, hogy az üzlet vendégkörét bővíteni kell. És ez úgy érzem, hogy sikerrel zárult, vagy sikeresnek mondható, mert azok a vendégek közül, akik szerdai napokon itt megjelennek, most már többen járnak a itt többi napján is az üzletben. Az alapot azt John Mayer, Eric Clapton, Peter Green, Savoy Brown stílusú számok jelentik. Mert van egy csomó saját zene, szóval blues, aztán vagy mi gondoljuk a blues-t. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy saját számotokkal hogy álltok? Hát elég sok van az is, amit mi írtunk, hát mert
blues. És megpróbáljuk úgy eljátszani, hogy mi érezzük. Elsősorban fiatalok jönnek? Vegyes. Gyakorlatilag a 30 és a 40 év közti korosztály. Úgy érzem, hogy az a korosztály, aki a 60-as évek végének, 70-es évek elejének a városi zenei életébe szerepet töltöttek be, vagy szerettek ezekre a szórakozó helyekre járni. Ennek a hiányát érzik ma. Milyen perspektívája lehet egy ilyen zenekarnak? Egy vidéki blues zenekarnak? Szerintem be kell érnünk azzal, hogy Pécs, ami egy nagyváros, hogy Pécset ilyen van. Én ezt nagy dolognak tartom. És ennél tovább egyelőre nem szabad lépnünk. Vannak olyan terveink, hogy nyáron szeretnénk kimenni esetleg Orfire. Kezdeményezés a fontos, mégis elmondanák, hogy a Bormester Blues Bandet az ötletadó basszusgitáros Sándor Péter, Juhász Gábor és Katona Tamás gitáros, Somlai Gábor dobos és az ismert autóversenyző és könyvíró, szájharmonikás énekes Fekete Kálmán alkotja. Vendégét pedig egyre gyakrabban szerepel velük a pécsi gitáros, Tátrai Antal népszerű nevén Stony. Ezzel búcsúzom, köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Jól gondolom, ezekben a napokban kapjuk meg az első felbruttósított fizetést. Feltételezem, hogy a hölgyek már kasszát csináltak, a férjek már gondolkodtak azon, hogy mennyit illik hazaadni, mennyit nem, hogy a decemberi átlagot azért a háztartási pénzben mégis be tudjuk tenni. Hát hiába. Pénz nélkül még háborút sem lehet csinálni, ezt már Monte Cuccoli is mondta. A pénzről lesz szó. Pénzről lesz szó, és ahogy Zárai Tibor mondta, mindenki kasszát csinált, most a város is. Az elmúlt héten tartották azt a nyilvános tanácsülést, amelynek legfőbb napirendi pontja volt a város ezévi pénzügyi tervének megtárgyalása, elfogadása. Tisztelettel köszöntöm stúdiónkban Molnár Zoltán Pécs város tanácsának általános elnökhelyettesét, és nem csak ebben a minőségben, hanem mint kertvárosi polgárt is üdvözölhetem, és ez talán alkalmat ad arra, hogy egy kicsit protokoll nélkül a tanácsülés hátterébe, az ott tárgyalt témák hátterébe tekinthessünk őszintén, nyíltan. És ha már őszinteségről van szó, hagyj áruljam el, hogy a tanácsülésen Varga István, a pénzügyi osztály vezetője, aki a téma egyik előterjesztője volt, azt mondta, hogy ennek a pénzügyi tervnek két jellemző jó oldala van, az egyik az, hogy visszafogott, a másik pedig az, hogy nagyon őszinte. Most, ha most nagyon őszinték akarunk lenni, akkor reál értékét tekintve ez a most rendelkezésre álló összeg a városi tanács kasszájában mennyivel kevesebb, mint az előző években volt? Nagyon pontosan erre válaszolni képtelenség ebben a pillanatban. Talán úgy lehetne megközelítenünk, hogy ez a pénzügyi terv nominál értékben, tehát forintosítva, nem sokban tér el a korábbi évtől. És nem sokkal tér el a 7.-5 éves tervben megfogalmazott erre az évre szóló számoktól. Viszont ezek a számok nem tartalmazták az
az általános forgalmi adó, úgynevezett áfa hatást, ami közszólt mintegy 25%, aztán nem tartalmazzák azt az árváltozást, amit többnyire mintegy 15%-ban szoktunk megjelölni, megfogalmazni. Hát én úgy gondolom, úgy érzem, hogy reál értékben ez a terv körülbelül egy negyed évvel, valamivel talán több, közel egy harmadával kevesebbet ér, mint nominál értékben. Grosz-Ev társ annak idején szilveszteri tévéinterjújában elmondta, hogy amennyiben a tervezett árváltozásoknál lényegesen magasabbra szöknek fel az ára, akkor valamilyen módon megpróbálnak a dolgozók bérével utána menni ennek az árváltozásnak, tehát drágulásnak. Érvényes-e ez a gazdálkodó szervezetekre? Volt-e erre valamiféle ígéret, hogyha nagyon elszaladnak az árak, akkor segítenek a tanácsoknak? Hát mi semmiben nem számolunk többlet lehetőségekre, ha netán valami többlet lehetőségre szert teszünk, az csak a saját próbálkozásainknak, saját bevételnövelő intézkedéseinek lehet hatása. Tehát központi további támogatásra semmiképp nem számíthatunk és nem is számolunk. A tanástestület elé két változatot terjesztett a pénzügyi, illetve a tervosztály. Volt egy bizonyos A és egy B változat. Hallhatnánk erről részletesebben? Hogyne, természetesen. Korábban, még elmúlt esztendőben, október végén tanácstestületéhez fordultunk, hogy hogyan alakítsuk az idei tanácsi városi tervet. Mi akkor több kérdést tettünk fel a testületnek, hogy milyen nagyságrendben építsünk új lakásokat, hogy mi legyen a Tehónak a további sorsa, hogy folytassuk-e a terület előkészítést, avagy a meglévő, eddig elkészült területeken a korszerűsítést, a komfortosság növelését célozzuk meg, avagy a peremterületeket fejlesszük-e jobban, tehát hogy milyen utat válasszuk. Amit a testület nekünk megfogalmazott feladatul, ezeket mi a változatba, az egyik változatba tettük közzé és tettük le javaslatként. A másik változat az a pénzügyi források számbavételével egy ma lehetséges, reálisnak ítélhető, szolidabb változat volt. Végülis ezt a B változatot fogadta el a tanácstestület. Ezen belül mégis milyen a fejlesztésre szánt, illetve a város üzemeltetésére, fenntartására szolgáló összegek aránya? Mi úgy szoktunk magunk között fogalmazni, és ezt többször mondtuk is kifele is már, hogy nekünk a fejlesztéseknél mindenkor az üzlet maradékelvet kell és lehet csak értékesíteni. Mit értek ez alatt a maradékelv alatt? Mindenek előtt nekünk feladatunk a meglévő intézményrendszer, a bölcsödéktől egész az óvoda, iskola, középiskolákon keresztül, szociális otthonon bezárólag az intézmények ésszerű üzemeltetését biztosítani. De ennek az intézményhálózatnak gondoskodni kell a karbantartásáról, felújításáról is, és csak ami ezután megmarad, és itt jön be, hogy maradékelv, ami ezek után felmarad, ezt fordíthatjuk fejlesztésekre. Ez ma körülbelül nagyságrendben úgy alakul, ha nagyon durva hasonlattal akarok írni, hogy közel felét az összes pénzügyi lehetőségeinknek fordítjuk a meglévő intézményhálózatok üzemeltetésére. Körülbelül 20-25%-ot fordítjuk a fenntartás, karbantartás felújításra, és a felmaradó mindegy 20-25%-ot pedig fejlesztésre fordíthatjuk. Itt a fejlesztés kérdésénél azért több olyan témakör szerepel, amelyet azt hiszem érdemes részletesebben is megtárgyalnunk. Nevezetesen, hogy fejlesztésnek minősül-e a szociális bérlakások építése? Természetesen abban az értelemben mindenképp fejlesztés, hogy a város gazdagodik vele, gyarapszik vele, ennyivel több épületünk, lakásunk van. És vajon mennyi lesz az ez évre szánt penzum? Hát mindenképp szerények vagyunk ebben az esztendőben. Nem azért, mert nem szeretnénk többet építeni, hanem azért, mert lehetőségünk nincs többre. Ebben az esztendőben 61 néhány, összesen 64 szociális bérlakás megépítésével számolunk csupán.
Ha már a lakásépítéseknél tartunk, úgy érzem, hogy egy picit most célszerű átugranunk a tanácsülés akkori második napi rendi pontjára, amely a lakásgazdálkodással kapcsolatos tanácsrendelet módosításáról szólt. Itt tulajdonképpen miről van szó? Csupán arról van szó, hogy ezeket a most megépülő lakásokat el tudjuk osztani egyrészt, másrészt, hogy több lakással tudjunk gazdálkodni, ahhoz a korábban hozott tanácsrendeletünket hozzá kellett a napi dolgokhoz igazítani. Itt a bevezetőben elhangzott, hogy a bérek változtak, stb. Nekünk figyelembe kellett azt is venni, hogy a családokban az egyfőre eső jövedelmek a 86-ban meghozott tanácsrendelet óta változtak minden területen, tehát növeltük a lakáshoz jutásoknál családban az egyfőre eső átlagbérek felső határát, általában minden területen 600 forinttal. Ezen kívül, hogy több lakáshoz juthassunk, ez emiatt a lakás visszavételeknél is növeltük a bizonyos szorzót, amelynek segítségével a visszadott lakásokat mi honoráljuk. Engedje meg, hogy itt rögtön feltegyek egy kérdést is, hiszen ilyen is érkezett önhez telefonon. Mezősi Károly 2751-es telefonról pontosan ez ugyan érdeklődik, hogy lesz-e Pécsett is, miként Budapesten van 10-szeres visszatérítési díj? Hát 10-szeres nem, mert a szűkre szabott pénzügyi lehetőségünk ezt nem teszi lehetővé. Mi úgy döntöttünk, tanácstestületünk úgy döntött, hogy nálunk a 6-szoros szorzóval fogjuk honorálni a visszaadott lakásokat. Ezt próbáljuk meg egy kicsit számokban is kifejezni, mennyivel jelent ez többet mondjuk egy 3-szobás tanácsi lakás visszaadása esetén? Hát, ha példát így veszük, hogy 3-szobás lakás, akkor egy 3-szobás lakás használatba vételi díja az, ha jól tudom, 69 ezer forint. Na most korábban ez azt jelentette, ha valaki visszaadta a lakását, akkor 69 ezer forintot kaphatott, az 276 ezer forintot. Ma, illetve ma még nem, hanem a tanácsrendelet kihirdetését követően, ami mintegy jó 2-3 héten belül megtörténik, akkor ezért a visszaadott lakásért 394 ezer, azaz 6-szor 69 ezer forint fog járni. Tehát közel 400 ezer forint, ami azt jelenti, hogy mintegy 120 ezer forinttal többet kap az illető. Nem csak lakásépítésekről, hanem lakóházfelújításokról is úgy érzem kell szólnunk, hiszen nagyon sok lakóházfelújításába fogtak az elmúlt időszakban. Mi lesz a sorsuk ezeknek? Hát a megkezdett lakóházfelújításokat folytatjuk a továbbiakban is. Azt hiszem a lakóházfelújítás pénzei az egyetlen olyan pénz területünkön, ahol a legkevésbé fog érződni az árváltozás és az áfa hatás. Ugyanis a lakóházfelújításoknál a központilag kapott támogatásokat jelentősebb mértékben megemelve kaptuk a korábbi tervezethez képest. Vannak a tanácsnak különböző programjai, gondolok itt pinceprogramra, vagy áthúzódó beruházások, mint például a Nemzeti Színház tatarozása. A szűkített fejlesztési keretből kell-e valamelyiket leállítani, vagy tovább folytatják a megkezdett munkákat? Hát én szétválasztanám a kérdést, ami a pinceprogramot illeti. Pinceprogramnál ott egyharmadával csökkent a pénzügyi forrásunk, lehetőségünk. Hozzáteszem, hogy nominál értékben, ez azt jelenti, hogy reál értékben még ennél is jobban csökkent. Szóval a pincék helyreállításánál, megerősítésénél, megszüntetésénél azt hiszem, hogy ebben az esztendőben olyan jellegű gondjaink elő fognak fordulni, hogy amit terveztünk, azt nem mindent lehet megvalósítani. Itt gondolok a csapadékvíz elvezetésre a belváros térségében a hegyről lezuduló esővizekkel összefüggésben, és gondolok arra is, hogy nem olyan ütemben tudjuk a pince megerősítést, megszüntetést végrehajtani, mint azt terveztük volna, holott nem kell túl messzire visszamenni, mindannyian tudjuk, hogy mi történt a József utcában is, és még nagyon gyakorta a rekonstrukció felújítások során élnek bennünket ilyen váratlan és nem kívánt események. Ez a pinceprogram. Hát a színház felújítása az
tervezett ütemben talán valamicskét mérséklődve, de folytatódik. A többi programjaink, amelyeket megfogalmaztunk peremterületek ellátási javításával összefüggésben, terület előkészítéssel összefüggésben, azokat igyekszünk, ha nem is olyan ütemben minden esetben, mint ahogy eredetileg terveztük, de a lehetséges, legkedvezőbb feltételek között folytatni. Ha már itt a peremterületeknél tartunk, engedje meg, talán nem titok, ha elmesélem, hogy a tanácsülésen én is részt vehettem, és ott az egyik képviselő felvetette, hogy a fejlesztések tekintetében nagyon nagyok az érdekkülönbségek, hiszen a kertvárosi előtte felszólaló képviselők, hogy úgy mondjam, nehezményezték, hogy még mindig nem indult el a műholdas televízió adások vétele Kertvárosban. Ugyanakkor a Magyar Üdögi Völgy tanástagja elmondta, hogy ők társulási formában odavitték a gázt, odavitték a villanyt, gondoskodtak a csapadékvíz elvezetéséről, és vizet kérnek. Meg tudják-e adni nekik, illetőleg számíthatnak-e ezek a valóban fejlesztésre szoruló területek is a tanács pénztárcájára? Hát most úgy kell fogalmaznom, hogy ezek a peremterületek jobban kell, hogy szerint alapellátásnak tekinthető jó vízellátás, szennyvíz csatornázás, gázépítéshez. Most még egyet hadd tegyek hozzá. Kint lakóterületen ezek az emberek ahhoz, hogy hozzájussanak a vízhez, szennyvízhez, egyéb kedvező feltételekhez, erőteljesen a saját pénztárcájukba is bele kell, hogy nyúljanak. És olyan rendelkezéseink vannak, hogy fele-fele arányban, vagy egyes esetekben, ha legalább kétféle közművet ők vállalnak, akkor több mint fele arányban mi támogatjuk, de egy részét mindenképp nekik kell. Szóval merőben mások az így problémák ott, meg itt nálunk. Hát akkor most, ha már megjöttünk, akkor beszéljünk Kertvárosról, hiszen a korábbi években itt is szó volt fejlesztésekről, orvosi rendelő, gyógyszertár, stb. Ha erről hallhatnánk valamit, mi lesz belőlük? Hát bevezetőben beszéltünk az A és B variációról a tervünkben. Sajnos a B variációban ezek teljes egészében, sőt mondhatom, sajnos nem fértek bele, mert pénzügyi lehetőségeink, fejlesztési forrásaink ennek nem adnak lehetőséget. Szó volt arról, hogy esetleg a gyógyszertár, mely valóban nagyon kéne felépítéséhez, a tehót is igénybe vennék. Hát, amikor a tehóval kapcsolatban, a településfejlesztési hozzájárulással kapcsolatban néhány esztendővel ezelőtt a tanácstestület döntött, akkor azt is megfogalmaztuk, hogy a célokat illetően ők, a lakóterület, a térség illetékes a célok megfogalmazásában, a célok megváltoztatásában intézkedni. Amennyiben megkapjuk tanácskozási központtól a lehetőséget, hogy, teljes, hogy erre felhasználhatjuk a pénzeket, örömmel fel fogjuk használni, és a térségbe tudunk jobban fejleszteni. Érkezett tehós kérdés is, Rozgonyi Ádám 11242-es telefonról kérdezi, hogy a 70 éven felüli alacsony nyugdíjra rendelkező pécsi lakosoknak kell-e tehót fizetniük? Az előbb, amikor a lakásgazdálkodással kapcsolatos jogszabályunk változtatásáról szóltam, akkor mondtam, hogy a kereseteket, jövedelmeket illetően az élethez igazítani kellett a meghatározott jövedelem határokat. Településfejlesztési hozzájárulást illetően is korrigált a tanácstestületünk a korábbi jövedelem határokat. Ma azt mondjuk, hogy egy családban, ha az egy főre eső jövedelem nem éri el a 3600 forintot, akkor nem kell fizetni, illetőleg egyedülállók esetében, ha nem éri el a 4600 forintot, nem kell fizetni. Hát én nem tudom az illetőnek, a kérdezőnek mennyi volt a mennyi a nyugdíja. Gondolom ebből ő is ki tudja számítani. Valószínű. Maradjunk kertvárosi fejlesztéseknél. Igen. Van itt még egy kérdés, lehet, hogy kacsa szintű, de engedje meg, hogy tegyen fel. Kis István a Daros utcából kérdezi, hogy úgy hallotta, hogy az állami biztosító műszaki kisáruházat épít a Darvas utca környékén, igaz-e? Így mondom, hogy valószínű, hogy igaz. Én szeretném remélni, hogy igaz is marad. Mindjárt megmagyarázom, miért mondtam ezt így.
A biztosító kért, az állami biztosító vállalkozási irodája kért területet a kisáruház építése céljára. Testületünk biztosította is a területet, kijelöltük a területet. Mind a mai napig konkrét szerződéskötésre biztosító tanácsunk között nem került sor, tehát az adottság lehetőség megvan. Én bízom benne, hogy hamarosan szerződéskötés és az építkezés megkezdése is következni fog, akkor pedig ezt tudjuk már majd mondani, hogy igaz a kérdés. Köszönöm szépen. Még azért maradjunk Kertvárosban, mert sokan reklamálnak ám nálunk is, hogy elhanyagoltak elsősorban azok a területek, ahol nemrég fejeződött be az építkezés. Lesz-e parkosítás, tereprendezés? Sajnos nálunk a lakásépítést mint egy 2-3 éves késéssel követi az infrastruktúra kialakítás. Ez nem építési, tervezési mulasztás, hanem szükös anyagiak volt, amiatt van így. Ebből következik, hogy az újonnan épülő területeken először egy, szabad így mondani, egy durvább tereprendezés, egy alap jellegű alapvető művelet történik meg, és az igazi, a szó igazi értelmében vett parkosításra csak a későbbiekben, ha más egyebekre már volt pénzünk, akkor kerülhet sor. Hagy utaljak vissza egy stúdión kívüli néhány perccel ezelőtti beszélgetésünkre. Nagy örömömre megtisztelt bennünket avval, hogy megtekintett a kertvárosi íradót, és bizony a rongálásokról és a szemétről is szó volt, és nagyon örültem, hogy megerősített bennünket abban, hogy e területen valóban változtatni kéne. Igen, itt azt hiszem, hogy az alapvető változtatás, amire szükség lenne, itt az embereknek a szemléletén kellene egyik oldalról változtatni, mert ahogy ha körbenézünk itt Kertvárosba, ahogy kinéz Kertváros, ezt nem a belvárosiak, nem az idegenek, hanem az itt lakók teszik. A másik dolog, amivel megint véleményem szerint változtatni lehet és kell, ha jó az információ a közeljövőben, a Vöröskereszt, az egyik középiskolai Vöröskereszt szervezet részéről meg fog jelenni egy felhívás. Lővei gimnázium, ha jól tudom. Igen. Meg fog jelenni egy fölhívás, ami pontosan azzal függ össze, hogy a fiatalokat, meg gondolom majd mások is csatlakoznak, és nem csak a diákokat, hanem felnőtteket is mozgósítunk arra, hogy tegyük rendbe környezetünket, és óvjuk a környezetünket a rongálóktól. Azt tulajdonképpen itt önnek is, és a kedves nézőknek is megígérhetem, hogy mi a magunk részéről szeretnénk csatlakozni ehhez a tisztasági akcióhoz, és bizony gondolkozunk és fontolgatjuk rajta, hogy amolyan kíváncsi kamerával bizonyára tetszenek emlékezni, miről van szó. Néha-néha tartunk ilyen tisztasági őrjáratot Kertvárosban, és talán felhatalmazást is kapunk rá, hogy megmutathassuk azokat a rendszámtáblákat, azoknak az autóknak a rendszámtábláit, ahonnan az olajat az úttestre öntik, és ahol bizony szemetelnek elég sűrűn Kertvárosban. Nem tárgyaltunk még egy napi rendi pontról, és azt hiszem, hogy ezért ez is sok bizonytalanságot hordoz magában az emberek szemében, ez pedig az üdülhelyi lehatárolás kérdése. Kérem, tájékoztassa erről a nézőket. Testületünk, tanács testülete döntött abban is, hogy a nyári szezon, idegenforgalmi szezon kezdetére úgynevezett üdülhelyi rendeletet fog alkotni. Ez jelenti azt, hogy az ide látogatókat, turistákat, akik Pécset eltöltenek legalább egy éjszakát, azoktól közvetlenül, vagy ha szállodában vannak, akkor szállodán, idegenforgalmi intézményen, szervezeten keresztül pénzt kér, tehát üdülőhelyi díjat fogunk szedni. Tesszük ezt azért is, mert szeretnénk, hogyha a szükös pénzügyi forrásainkat, lehetőségeinket, ha csak egy picit is, de kibővítenénk, és azt megígérhetem, és biztos, hogy így lesz, hogy ezt a befolyó pénzt vissza fogjuk forgatni olyan célokra, hogy tovább szépítjük, fejlesztjük ezt a várost. Melyik területről van szó egyébként? Hát döntően a belváros, tehát a hagyományos történelmi belvárosról van szó, egy kicsit a Mecsek nyugati részéről, hát azokról a területekről, ahol elsősorban a szállodai férőhelyek találhatók, tehát ahol a hunyorszálló
fenyveszálló térsége, és hát a Mecsek oldal térségét tervezzük. Mindenki tisztán lásson, tehát itt azt hiszem arról van szó, hogy a helyieknek nyilvánvalóan semmit nem jelent anyagilag ez az üdülőhelyi meghatározás, hanem az ide látogató idegenek zsebére megy. Köszönöm, hogy kiegészített, valóban arról van szó. Tehát nem az itt élőknek egy újabb adóztatásáról, erről szó sincs, hanem az idejövő turisták, vendégek, külföldiekkel kapcsolatos. Még egy kérdésem lenne, és semmi célzatosság nincs abban, hogy most itt a beszélgetés végére tettem, amikor már jól megizzasztottuk itt a stúdióba, de ha már idegenforgalomról volt szó. A nyáron egy nagyon rangos rendezvénynek adunk majd otthont az Európa Kantatnak, amely, hát ugye akkor még, amikor elvállaltuk a rendezést, akkor nem tudtuk, hogy ennyire nehéz gazdasági helyzetben kell nekifognunk. Nyilvánvalóan jó néhány járulékos kiadást is jelent majd ennek a megszűkült költségvetésnek. Honnan tudtak erre, vagy tudnak erre pénzt biztosítani? Szóval külön járulékos költséget az Európa Kantát itteni megrendezése városunknak nem sokban jelent. Hát jelent annyiban, mint ahogy minden itteni városban megszervezett, megrendezett nagy rendezvényt szoktunk támogatni, jobban-e nem. Az is igaz viszont, hogy jó egy néhány fejlesztés, jó egy néhány feladatot, amit mi terveztünk az elmúlt esztendőkbe, illetőleg tervezünk ebben esztendőbe, azt úgy koncentráltan tervezünk és kívánunk végrehajtatni, hogy az első fél év végére, június végére megtörténjék itt bizonyos térségeknek a gyors rendbetételére, folyamatban lévő felújítása befejezésére kell gondolnunk, sőt, arra is gondolni kell, hogy néhány, nem tudok jobb szót rá mondani, a legcsúfabb pontunkat, területünket is ennek keretében rendbe kívánjuk tenni. És ezt tesszük, lehet, hogy pont arra az időpontra összpontosítunk minden tüzet, mire itt van az Eurókantát rendezvénye, de azt hiszem, hogy ha jobban rendbe tettük a várost, tisztább a város, és rendezettebb körülmények között élhetünk itt is, a belvárosban is mindenütt, az nem csak az ide látogatóknak, nekünk pécsieknek is eredmény lesz. Azt hiszem, ez pontosan jó gondolat volt beszélgetésünk lezárásához, így csak annyi maradt, hogy megköszönjem, hogy befáradt ide a stúdióba. Köszönöm szépen. Amikor a ma esti műsor kalauzolását elkezdtem, avval vezettem be ezt a ma esti kis kétórás programunkat, hogy valahol egy kicsit büszke vagyok arra, hogy kertvárosi lehetek. Gondolják csak el, hogy én még ma sem értem be valami férfiasan, hogy a technikának ebben a rohanó, csodálatos világában gondoltak volna arra, hogy lakásukban, úgy mint mi itt a stúdióban, a városi tanács elnök helyettesét, majdnem, hogy úgy mondtam, ingújban vendégül láthatják. Én abban a reményben búcsúzom ma este önöktől, hogy két hét múlva új vendégekkel ismerkedhetnek meg, az elkövetkezendő két hétre jó munkát és jó egészséget kívánok. Kezi csókolom, jó éjszakát kívánok.
őket ezen a rendezvényen. Valóban most vagyunk először, de hát Pécs az a második ugye otthonunk szinte, mert rendszeresen járunk Pécsre, sok szál köt minket Baranyához is általában. Aztán lesz egy meglepetés, mert hát nem egyedül jöttünk Pécsre, hanem ugye itt ül mellettem Michel Montanaro, aki Franciaországból, Provence-ból, tehát Marseille környékéről érkezett. Hogy alakult ki ez a kapcsolat a francia zenész és a Vujicic együttes között? Az, hogy pont a Vujicic együttes a Dave Strauss zené játszik. Én a földközi tenger mellett lakom, és a déli ember vagyok. És amikor Magyarországon jöttem először, sok egy magyar együttessel találkoztam, és minden sok együttes tetszett, de a Vujicicekkel, ahogy mondta Gábor először, volt valami, ahogy mondani, világos, hogy együtt tudunk csinálni valamit, mert van egy közös határ. Angliában van egy ilyen kifejezés, az élő hagyomány. Pici furcsának hangzik talán. A nagy különbség az, hogy az angol népzenész ez úgy indul, hogy megtanul egy dalt. Aztán, ha a forrás az írt, szóval katta meg szöveg, akkor ez mondjuk eldobja a szöveget meg a katát a szoba túlsó végére, és akkor újra kezd alkotni azt a bizonyos zenedarabot. A zene után a filmkedvelőknek a videómozit ajánlom. Lesz még bűvéssó, játszóház, Enszabó Sándor és Unger Pálma gyermekműsora, az ínyenceknek cukrászati termékek kínálata, a megszépülni vágyoknak fodrász és kozmetikai bemutató. Aki még nem ült lóháton, most megpróbálkozhat a pónilovaglással. Sőt, még számítógépes játékok között is válogathatnak azok, akik december 5-én a Helyőrségi Klub Családi Szombata Télapó jegyében című programjára ellátogatnak. Most pedig tekintsenek meg egy rövid összeállítást arról, hogy milyen programokat kínálnak önöknek az elkövetkezendő napokban a pécsi mozik, művelődési házak. Akadémián diplomát. Az Ifjúsági Házban december 2-án szerdán a Budapesti Kollégium Muzikum Együttes és Faragó Laura koncertje elsősorban a barokk zenét kedvelőknek szól. A Bécsi Akadémián diplomát szerző zenészek repertoáriába a 15.-19. századi terjedő magyar zene tartozik. Rendszeresen vendégszerepelnek többek között Belgiumban, Franciaországban és Hollandiában. 1978-ban megnyerték a Régi Zene Nemzetközi Fesztivált Brüsszelben. A modern, komoly zene híveinek figyelmébe ajánljuk az ütőhangszereken játszó Amadinda együttes előadását egy hét múlva kedden a Dozsóban. Szerdán a holland Plastic Dolls együttes 19 órától játszik a művelődési házban. Figyelem, Kft. Rajongók! Lár András Lárpurlár című műsorát december 11-én láthatjátok, hallhatjátok. A kurtafarkú Peti cica kalandjait Americicában ismerhetik meg a gyerekek a Kossuth és Petőfi mozikban csütörtöktől. A színes szinkronizált svéd rajz mesefilmet vasárnapig vetítik a mozikban. A cím is figyelemfelkeltő, Hupikék, Törpikék, vagy ahogy a jugoszláv televízióból már ismerik, Papascsunk, színes belga rajzfilm. Az öt egymáshoz szorosan kapcsolódó történet főhősei a kék törpék. Apraja falván élnek állandó ellenségük Hókuszpók és segítőtársa Sziámiáó. Első ügyi fogyi a Csettőbottó törpe ügyetlenkedésével rengeteg bosszúságot okoz társainak. Bonyodalmaival és sok-sok kalanddal ismerkedhetnek meg a rajzfilmben a Papastrom sorozat kedvelői.
Ezen kívül még egy francia krimi a Lavarden felügyelő csütörtöktől a Petőfi és Parkmozikban, egy fergeteges humorú olasz vígjáték a Hintőpol, és egy amerikai western a Széljáró című filmek kerülnek bemutatásra. Ma kezdődött az országos gyermekkönyvhét. Az Iciri-piciri könyvek sorozatában a legkisebbekre gondoltak Benedek Elek, a Farkas és a Róka című könyvével. Tom és Jerry mindenki kedvencei, a most megjelenő képregényben legújabb kalandjaikkal ismerkedhetnek meg. Az úttörők Róna Szegű Miklós könyvéből megtudhatják, hogy miféle botrány történt a suliban. A fiataloknak ajánljuk azt az antológiát, amiben a szerzők arról vallanak, hogy milyenek a lányok fényben és árnyékban. Író volt vagy iparos, Erich Mária Remarque. A kérdés megválaszolásában dr. Szendi Zoltán segít a Remarque könyvek kedvelőinek, szerdán a TIT Bartók klubjában. Álomvalóság és valóság álom szövi át képeit. Ugyanakkor mindezt játékosan és egyben véresen komolyan is veszi Duki Krisztóf grafikus. Kiállítását december 2-ától láthatjuk az Ifjúsági Házban. Kulcsár Aladár amatőr fa képégető és Resz László fafaragó iparművész közös kiállítása nyílt a Mecseki Bányászati Múzeumban. A nyugdíjas évek értelmes eltöltése a célom, vagy a Resz László fafaragó. Kulcsár Aladár kézügyességét, munkáit egy nő is megirigyelhetné. Mint rehabilitált bányász szabad idejét az alkotásnak, hímzésnek, s újabban a fa képégetésnek szenteli. A kiállítás december 13-áig tekinthető meg. Kedves nézők, ebben a pillanatban kaptam meg ezt az értesítést, hogy Rózsa Lajos nevű nézőnk kereste fel szerkesztőségünket egy nagy problémájával. Rózsa Lajos rokkant nyugdíjas, és ma délután 3 óra 50 perckor indult Kökényből Pécsre a menetrendszerű autóbusszal. 4 óra 10 perckor szállt le a Krisztina téren, ahonnan a Katics órásműhelybe vezetett az útja. Itt vette észre, hogy elvesztette pénzét és iratait. 2 darab autóbuszbérletet, személyigazolványát, forgalmi engedélyét, jogosítványát, mindenféle hivatalos iratát és azokat a szerződéseket, amelyeket a Baksai TS-szel kötött, mint nyúltenyésztő. A táskájában volt 24 ezer forint készpénz és 152.370 forint értékű fenntartásos takarékbetétkönyv. Nagyon kérjük a becsületes megtalálót, ha nézi műsorunkat, juttassa el Rózsa Lajos címére, amely Pécs Sarohin tábornok út 25, amint a képernyőn is láthatják. És akkor most nézzük, mit ígér a meteorológia holnapra Pécset. Még mindig nem kell elővennünk a téli kabátokat, igaz, hogy holnap december 1-e, de még nem köszön be az imankó az igazi tél. Keddestig jobbára erősen felhős, illetve borult idő lesz. Sokfelé főként a keleti, illetve délnyugati ország részben várható ismétlődő eső. Kedden északnyugaton átfutó havas eső is előfordulhat. Az északkeleti szél gyakorta élénk, időnként esős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 Celsius fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 5 és 10 Celsius fok között alakul. Távolabbi kilátások szerdától szombatig. A hőmérséklet csökken, eleinte gyakran felhős lesz az ég, de számottevő csapadék nem várható. A hét második felében erősödik az éjszakai lehűlés. Kolléganőm Mátyás Judit úgy látszik, nosztalgiával gondol a verőfényes napokra, hiszen az elmúlt napok egyikén víz beszállt. Kertvárosi nézőink talán emlékeznek arra a riportra, amikor nyáron egy új vízisporteszközt, a Csoszit mutatta be, és a szószoros értelmében a vízen járva készített riportot. Most ahhoz, hogy bemutassa az Apácai Nevelési Központ sportegységének új kezdeményezését, az éjszakai zenés fürdőzést, mely péntek és szombat esténként itt a Nevelési Központ uszodájában van, be is kellett mennie a medencébe. Ma délután szóltak a barátaim, nagyon jó ötletnek tartom. És remélem lassan beindul, mert tulajdonképpen egy kicsit kevesen vagyunk, és szerintem kevesen tudnak erről. Nagyon jól érzem magam, kellemes a víz is. Tetszik ez az új kezdeményezés? Jó, tetszik nagyon, újszerű. Hát nekünk még országos viszonylag, elég messziről jöttünk ide, Miskolcról egy hete költöztünk, nem is tudtuk, hogy ilyen van az országban egyáltalán. Hogy tudtátok meg? Véletlenül betévedtünk ide délután, és akkor közölte a jegyárus, hogy ilyen lehetőség van.
És erről nem is tudtatok különben, tehát máshol nincs ilyen? Egyáltalán. Nem, mert azért is kerestük az úszási lehetőséget, a feleségem sportszerűen úszott régen, hát ide jöttünk a városba, kerestük a lehetőséget, még vasárnap volt az újságban egy cikk, hogy itt lehet úszni, azért jöttünk is ide. Ezért tévedtünk be ide akarattal. Jó ez, hogy az ember többször szaunázhat, és végül is ez a 60 forint megéri, azért a 3 órája feltétlen. És nem táncoltatok? Nem furcsa, hogy végül is ez egy diszkó, és még sincs tánc? Nem tudom, hogy furcsa, táncoltak többen, én vagy nem szeretek táncolni, ezért nem táncoltam. Kedves nézők, ennyi fért a Krónika első, de remélem nem utolsó adásába. Rövidesen ismét kapcsoljuk a színháztermet. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra. Hát elérkeztünk a Pécs az én városom vetélkedő döntőjének értékeléséhez. Még mielőtt felkérném Bezerédi Győzőt, hogy értékelje röviden a csapatok szereplését. Hadd említsem meg, hogy telefonáltak nekünk néhányan. Részben azért, mert nem tudom eltitkolni, gratuláltak a műsorhoz, és örömüket fejezték ki, hogy egy egész város láthatja ezt az adást. Részben pedig nyilván azért, mert nem mindenkinek tetszik az, ahogy a zsűri vagy pontozott, vagy ahogy én itt néha segítettem, vagy nem segítettem a csapatoknak. Az egyik, Kőhegyi József, az Egri Gyula 48-ból telefonált. Azt mondta, hogy a Nagy Lajos Gimnázium 2-es csapatában volt egy válasz, amit nem fogadtam el. A Malmokról a válaszoló kislány azt mondta, hogy a 14. század végén, 15. század elején, és ezt nem fogadtam el. A nézőnk a Mecsek és Környéke című könyvből olvasta az adás során, hogy ez bizony a 14. században volt. Bezerédi Győzőt kérem, hogy egyetlen egy mondatot ehhez segítségemre. Nagyon sokféle vélemény alakult ki az évek során arról, hogy mikor történt az első említés erről. Sokat megcáfoltak azóta már. Bizonytalanok az adatok ebből az időből. Abból a könyvből, amelyikből ők felkészültek, ez az adat szerepel, és ezt fogadtuk ezért el. Köszönöm szépen. Hogy segítettem-e, vagy nem a csapatoknak? Én amikor így csináltam, és azt a bizonyos kobakot kellett kitalálni, tulajdonképpen nem segítettem, azt hiszem, a csapatnak, hiszen nem a két pontot, hanem az egy pontot kapták meg, igaz, Kerényi Gábor? Igen, pontosan. 5-ből 4-et kaptak, mert a magyarázatot azt tökéletesen adták. És állítólag ugyanilyen segítség mellett az egyes csapat 5 pontot kapott, gondolok én itt erre a könyvecskére, de hát azt hiszem sokkal alaposabb is volt a válasz. Igen. Köszönöm szépen. Még egy pillanat. És az, hogy segítünk, vagy nem segítünk a csapatoknak, én úgy gondolom, hogy amit tudunk, megtesszük, amit nem tudunk, és amit nem lehet, azt nem tesszük. Tehát csak annyit segítünk, amennyit a tisztesség enged, és amit lehet a csapatoknak. És akkor most megkérném Bezerédi Győzőt, hogy értékelje a csapatok munkáját. Egy kicsit talán általánosnak tűnik az, amit most mondok, de szükségesnek tartom, hogy ezt elmondjam. Pécsnek 1945-ben 75 ezer lakosa volt, és azóta 100 ezerrel nőtt a népessége. A város ezzel teljesen átalakult. Új városrészek nőttek ki a semmiből, a repülőtér helyén, katonai gyakorlótér helyén, a lóversenypálya helyén. Az a fontos, hogy ez a 100 ezernyi új pécsi lakos mennyire tekinti sajátjának ezt a várost. Érdekli-e a múltja, törődik-e a jövőjével, vagy csak él a kapott lehetőségekkel a kulturált környezetben, a modern lakásban. A Városvédő Egyletnek az a legnagyobb érdeme, hogy ezt a 100 000 embert a városát szerető és ismerő polgára akarja nevelni. Ez nem látványos diadalmenet ez a munkája az Egyletnek. Lassú előrelépések taktikája ez. Okosan, főleg a fiatalokat igyekszik felkarolni és megnyerni. Értsék ők meg azt, mit jelent a múlt ismerete, a történelmi város fogalma, mit jelentenek a műemlékek,
a város és a várfalak, az egzugos utcák, mit jelent az Idina, a Puturluk, a Kantavár, Balokány, Tettyeszó. Mit jelent a régi város rekonstrukciója, az ódonházak helyreállítása, mit jelent az sétálni a Jókai téren, vagy a Kossuth-Lajos utcában. Én úgy érzem, hogy a fiatalok itt úgy vizsgáztak, vetélkedő során, hogy ismerik és szeretik a városukat. Azt hiszem, igazi lelkes polgárai lesznek Pécsnek. Gratulálok mindenkinek, és kérem, hogy akkor a díjakat adják át. Felkérem dr. Marton Istvánt, a zsűri elnökét, hogy legyen az, aki a díjakat át fogja adni. Én mondanám, hogy kik a helyezettek, öné pedig az a feladat, hogy adja át a díjakat. Első helyezést ért el a Nagy Lajos Gimnázium egyes számú csapata, tagjai Horváth Judit, Lévai Katalin és Olá Dávid. A Kisvárosi Kisbizottság által adományozott utazási jegyeket nyújtom át az oklevélre. Gratulálok. Második helyezést ért el a Nagy Lajos Gimnázium kettes számú csapata, kötélemőke Szabó Krisztián és Németh Andrea. És elnézést kérek, hogyha kaphatnék egy másodpercnyi szót. Itt szeretném megköszönni a nyilvánosság előtt az első és a kettes csapat nevébe, hogy nyúlletek a tanárnőnek, hogy felkészített minket a versenyre, és nagyon sok-sok köszönet illeti, főleg azért, hogy felkészített, és főleg azért, hogy kibírt minket, és ezt a két csapat nevébe merem mondani, és köszönjük szépen! Köszönöm! Harmadik helyezést ért el az 500-as számú szakmunkás képző intézet csapata, Kovács Rita, Timcsuk Csaba, Tatár Gábor. Negyedik helyezést ért el a Komarov Gimnázium és Szakközépiskola fiú csapata, Várnagy Csanád, Oberhauser Péter és Tóth János. Megkérném dr. Marton Istvánt, mondjon zárszó. A magyar nyelv értelmező szótára szerint a vetélkedő szellemi téren felülmúlásban jelentkező olyan versengés, amikor rendszerint a fiatalabb versenyzőknek az általános műveltség körébe tartozó kérdésekre kell válaszolniok. Ez a mi vetélkedőnk ennél többet tűzött ki. Választ kellett adni a résztvevőknek arról, hogy miként ismerik Pécs városát, történelmét, irodalmát. Milyen itt a művészeti élet? Milyen építészeti értékei vannak? Milyen az itt élők szociális helyzete? Kis idegenvezetőknek kellett lenniük, akik pontos helyi ismerettel rendelkeznek, akik nem csak tájékozódni tudnak ebben a folyton szépülő, épülő, gyarapodó városban, hanem tárgyi tudásuk révén tájékoztatást is tudnak adni másoknak. Amikor Dante halhatatlan művét, a Divina Commediát befejezte, így kiáltott fel. Acta est fabula. Vége a színjátéknak. Most mi is elmondhatjuk, vége a versenyzésnek, vége a vetélkedőnek. Mint minden vetélkedőnek, így most is voltak kitűnően felkészültek, és voltak olyanok, akiknek ez a szellemi torna kevésbé sikerült. De minden egyes résztvevő a megelégedés érzésével távozhat, mert dicsérendő és feltétlenül elismerés kiváltó tény az, hogy mertek vállalkozni a nyilvánosság előtt szellemi erejük felmérésére, megvívni egymással a tudás és a többet tudni akarás mezején. És ti kedves résztvevők, a hazaszeretetből is példát mutattatok, mert Pécs városa ennek a hazának, Magyarországnak egyik gyönyörű gyémántja, melyet óvni, csiszolni, régi fényében megtartani néktek is kötelező. Végezetül szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik a rendezésben részt vettek, megköszönni
mindazoknak, akik az értékes díjakat adták, megköszönni a pedagógusoknak, akik a szervezésben részt vettek, elődöntő, középdöntő, hú, hányan vettek abban részt mostani döntőben, és végül megköszönni az Apáczai Csere János Nevelési Központ vezetésének és a tévének, hogy mi itt ma este megjelenhettünk. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel nem csak a vetélkedő végére, hanem ennek az egyszeri kísérleti adásnak a végére is értünk. Ugye azzal kezdődött a műsor, hogy történelmi fordulóponthoz érkeztünk a város életében. Én azt hiszem, hogy történelmi fordulóponthoz érkeztünk a városi televíziózás életében is. Hadd mondjam el, hogy 5 évvel ezelőtt, 1982. november 29-én indította útjára a kábeltelevízió első adását, és ma 5 éve, hogy adunk, hogy folyamatosan adunk, és ma az első nap, hogy az egész városban megjelenhetett. Bízva abban, hogy ez az egyszeri, kísérleti jelleg egyszer majd megismétlődik, köszönöm figyelmüket, jó éjszakát kívánok, viszontlátásra!